Fejlett vele. Ez a végkifejlet nem lehet más, mint a Covid terror propagandistáinak és levezénylőinek, konkrétan Orbán Viktornak, Müller Ceciliának, Szlávik Jánosnak, Boldogkői Zsoltnak, Rusvai Miklósnak, Novák Gunornak, Kemenesi Gábornak, Merkeli Bélának, Karikó Katalinnak és a többi büntetőjogi felelősségre vonása emberiesség elleni bűncselekményekért, népírtásért, hazaárulásért, és ha úgy adódik, hogy mi a nép, nem is tudjuk őket az igazságszolgáltatás elé állítani, mert még nincs annyi erőnk, hiszem és vallom, az isteni igazságszolgáltatás biztosan utoléri őket. Jó hír, hogy a felsorolásból két nevet már is kipipált a Jóisten. Falus Ferenc és Jakab Ferenc Covid propagandisták már nem boldogítanak minket ezen a világon, a rémoltás után elhalálozottak soraiban találjuk őket is. Egyre gyarapodó soraiban. Ugyan nem mindannyian pontosan azért, amiért mi, az oltás ellenes front, de érezhető, hogy maga a magyar nép is elkezdte konkrétan gyűlölni elnyomóit, a kazár, NER maffiát. Ez a gyűlölet szerintem egyelőre még nem annyira jó kanalizált, és így ebben a Magyar Péter féle jelenségben nyilvánul meg. Magyar Péter úgymond seregeiben sok oltatlan is harcol, lehet neki is lesz valamilyen szerepe a vatkan levadászásában, végül is a cél szempontjából mindegy kiejti el, csak legyen elejtve. Egyébként szívből remélem, hogy a magyar nép elnyomói elleni zsigeri gyűlölete ráébreszti magát a magyar népet, hogy kik is voltak, akik az oltás fasizmus alatt akár saját testi, lelki egészségüket, jólétüket, szabadságukat is kockára téve álltak ki az igazság mellett. Mint például Tamasi József, aki jelenleg is kirakadt perben, koncepciós perben van meghurcolva, és az általa kimondott igazságért, mint a szólásban, jelenleg éppen próbálják beverni a fejét. Rájön a magyar nép is, hogy kik is az ő igazi vezetői, akiket ő maga a nép termel ki saját kebeléből, és akik veszély esetén gyakorlatilag kiemelkedtek, kiváltak, kiválasztottak, megalakítva az új magyar értelmiség társadalmi szövetét. Végezetül az IRA egyik Margaret Thatchernek szóló apró hirdetésére hivatkoznék, amelyben azt üzente az ír szabadságharc egy olyan merénylet után, amit a Vaslédi túlélt, hogy önnek gratulálunk, önnek szerencséje volt, ne feledje, önnek mindig szerencséje kell legyen, nekünk csak egyetlen egyszer. Ehhez az esethez némileg hasonlóan lehet, hogy Orbán Viktor megúszta a feljelentést a közveszélye fenyegetésért. Sok másik feljelentésemet is megúszta. Lehet, hogy Botkáék feljelentését is megúszta Bájer Zsolt. Lehet, hogy a gyerekoltásos feljelentéseket is elbotlasztják. De mi sokan vagyunk, egyre dühösebbek, egyre elszántabbak, egyre újabb, jobb ötletekkel, elképzelésekkel, ami a jogi és propaganda akcióinkat illeti, és hát nekünk csak egyszer kell szerencsénk legyen, míg nekik mindig. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Amiért ma itt vagyunk, dr. Tamasi Józsefnek a tárgyalása folyik. Rémhírterjesztés miatt büntető feljelentés érkezett a rendőrségre. És nem fogjátok elhinni, hogy kik jelentették föl. Két informatikus. A rendőrségi feljegyzés így szól. Robosz Béla elektronikus úton feljelentést tett dr. Tamasi József ellen az online térben közzétett videófelvételében elhangzott kijelentések miatt. A feljelentő nem jelölte meg sem a feljelentés okát, sem pedig a sérelmezett tartalmat. A levelében két hivatkozás is szerepel, mindkettőn ugyanaz. A hamarosan vége bukni fogtok. Ez 10 perc 56 másodperces felvétel. A másik feljelentő, szintén informatikus, Várkonyi Teréz jelezte a hatóságnak, és ezt a bejelentést 7000-en megosztották, és 18000 felhasználó is megnézte. A Várkonyi Teréz
az ELTE informatika tanszékén tanít. Megdöbbentő, hogy ők érezték magukat arra méltónak, hogy egy orvosba beleálljanak. Én nem vitatom el az ő informatikus képességeit, nem is szólok bele, de legalább a saját testüket kellene, hogy ismerjék. Úgy gondolom, hogy nem ismerik. Hogy a Robosz Bélát megtaláltam az interneten, fönt van és oszti az ész informatikában. Másban jobb lenne, ha nem tanul. Amiért ma itt vagyunk, hogy kiálljunk amellett az orvos mellett, aki kockára tette az életét is, a munkáját is, a jövőjét, a praxisát, mindent azért, hogy felvilágosítson bennünket, hogy mit tegyünk és mit nem tegyünk, de leginkább, hogy ne féljünk. Ő ezért tette föl ezt a videót 2021. novemberében, mert akkor még a vakcina kampány nagyon ment, nagyon folyt. És az emberek nem tudták, hogy mit tegyenek. Ő megnyugtatott bennünket, hogy nem kell félni. Gondolom, hogy sokan nem ismerjük Tamasi Józsefet, de az életrajzát igazából nem tudjuk. Én sem tudtam sok mindent róla. De egyszer hallgassuk meg, hogy ki is ő valójában. 1985-ben szerezte orvosi diplomáját. Először a Kiskunkhéli Egyházi Kórházban dolgozott a belgyógyászaton 5 évig, később 10 évig a Nemzeti Egészségvédelmi Intézetben főosztályvezetőként, ahol a természetgyógyászat az egészségvédelemben nevű programvezetője volt. Ekkor indította ismert szakemberek bevonásával azt a műhelymunkát, amely révén az akkori hatalom megalakította a természetgyógyász szakmai kollégiumot, mint a miniszter ebben a témában létrehozott legfőbb tanácsadó testületét. Ez a természetgyógyász szakmai kollégiumot vezette orvosként 1997-ig, amíg a kormány Tamasi doktor 7 éves szervező munkájának eredményeként meg nem jelentette a természetgyógyászatról szóló jogszabálycsomagot. Ez a jogszabály együttes 27 év után a mai napig érvényben van, bár azóta a gyógyszeripar külbékjei többször próbálták módosítani, sikertelenül. És ez garantálja ma is, hogy a természetgyógyászok Európában egyedülálló módon legálisan dolgozhatnak valamennyi módszerükkel, annak ellenére, hogy azóta több miniszter kuruzslás miatt szívesen börtönbe záratta volna valamennyi természetgyógyásznak. Az egyedülálló a Tamasi doktor által menedzselt és 1997-ben megjelentetett jogszabályban az, hogy nem a tudomány mércéje alapján veszi a hivatalos körbe a természetgyógyászat különböző ágait, mert akkor például sem a homeopátiát, sem a reflexológiát, sem a kínai-indiai orvoslást, még kevésbé a bioenergetikát nem lehetne hivatalosan, csak feketén, illegálisan gyakorolni, hanem az a legalitás kritériuma, hogy az illető leteszi el szakmai vizsgát és a kiegészítő egészségügyi ismeretek vizsgáját, és megkérje az ANTS engedély tevékenységére. A jogszabály a tudomány mércéjét félreteszi, így a természetgyógyász nem tud ártani, mert ugyanabban a rendszerben tanulja az egészségtant, holtant, mint az egészségügy többi dolgozója, de az egészségügy nem szelektálja a természetgyógyászat eszközeit mondván, ez tudományos, ez csinálható, ez nem tudományos, ez pedig csak feketén művelheted. Tamasi doktor tehát már 1990-ben a természetgyógyászati jogszabályok létrehozásakor ismertette a tudomány csalásait, hiszen nem ment bele abba, hogy a gyógyszeripar által irányított mainstream tudomány határozza meg, hogy mit vehet igénybe a magyar lakosság természetgyógyászatként, és mit nem. A természetgyógyászat ma még mindenki számára szabadon gyakorolható és szabadon igénybe vehető, bár tudjuk, hogy az elmúlt évek során többször próbálkoztak a gyógyszeripar gépezetét ráengedni ezekre a szabályokra, a jogszabályt megváltoztatni, és bár tudjuk, hogy az új világrendben ezeket a lehetőségeket szeretnék megszüntetni,
hogy csak a védőoltásnak, csúfolt gén injekciókkal és a gyógyszeripar más kiemelkedő termékeivel lehessen úgymond egészséget megvédeni és gyógyítani. A természetgyógyászat szinte valamennyi ágát ismeri, vagy képzettséggel rendelkezik azok területén. 8 területen hivatalos állami vizsgáztató 1998 óta, 2 területen a miniszter által kinevezett honoris causa vizsgáztatója. Ő a főszerkesztője és az egyik legjelentősebb szerzője annak a tankönyvnek, amelyből a természetgyógyászok ma is tanulnak és vizsgáznak. Tamasi doktor 2 orvosi szakmából szakvizsgázott, belgyógyászatból és népegészségtanból, és ezeket használja a mindennapokban. Belgyógyász magánorvosként dolgozik 32 éve, diagnosztizál, mint a többi belgyógyász, de többnyire nem gyógyszerekkel gyógyít, hanem természetes gyógymódokkal, életmódváltással. A népegészségtani ismereteire pedig alapította azt a felvilágosító munkát, amelyet az áljárvány alatt az emberek megmentéséért használt. Különböző németországi klinikákon 1,5 évet dolgozott és tanult, majd a távol-keleten, Kínában, Indiában, Dél-Koreában gyarapította tudását. 2010 és 2014-ig Olaszországban saját praxisában dolgozott belgyógyászként, ahol az itthon is ismert profiljával gyógyított. Sok hazai és nemzetközi orvos szakmai társaságnak volt vezetőségi tagja, csupán néhányat kiragadva, a Magyar Fitoterápiás Társaságnak, az Akadémi Mondiál nevű nemzetközi társaságnak, a Magyar Természetgyógyász Társaságnak, Magyar Wellness Társaságnak. Jelenleg vezeti a Caraka Alapítvány, amely a világon egyedülálló módon már 2020-tól évente megszervezte a 4 nemzetközi COVID-konferenciát, valamint tudományos kutatásokat is végez. Vezeti az Új Magyar Orvosi Kar Egyesületet, amely a felébredt orvosok alternatív kamarájaként kíván működni, és jó úton halad e felé operatív alelnöke a Szkipa Egyesületnek, amely az ellenünk irányuló összeesküvések jellekezését és megoldását igyekszik előmozdítani a magyar lakosságra. Szervezi az Egyesítsük Erőinket mozgalmat, amely összefogja a számtalan kisebb, egy irányba mutató kezdeményezést az új világrend ellen. Életrajzához tartozik kiadói és orvosi szerzői tevékenysége, amit a magyar sajtóban nyújtott. 1989-ben megalapította a Természetgyógyászat című folyóiratot, amely később ideálként volt még 20 évig az újságos landokon. Alapította és 10 évig kiadta a Komplementer Medicina című tudományos lapot. Ezen újságoknak a főszerkesztője is volt. 5 év óta írja a Természetgyógyász magazin Orvos Válaszol rovatát. Számtalan könyvet írt és adott ki az életmód, a táplálkozás és a természetes gyógymódok területén. Legújabb könyv, amely e héten vasárnap fog megjelenni, a Lürdi Házban lesz a bemutatója, a Szkipa Egyesület konferencián, Robert Kennedy tudományos könyve, Oltani vagy nem oltani címmel. Tamasi doktor a Józan Hatalomnak is barátja, aki gondolkodik, támogatja az állami kezdeményezéseket, de aki nem adja el magát a gyógyszeriparnak. A Természetgyógyász Szakmai Kollégium vezetése és a jogszabályok előkészítése mellett ez mutatja, hogy évekig az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság társadalmi előretekintési programjának Élettudományok Bizottsági tagja volt, Országos Betegjogi, Ellátott Jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, Természetgyógyászati szekciójának vezető főorvosa volt 2013-tól 2017-ig. Magyarország képviselője volt a POSZT B4 Unkonvencionál Medicin, POSZT B4 a nem konvencionális orvoslásról nevű Európai Szakmai Bizottságban 13 másik európai ország képviselőivel együtt, amely az unió politikusainak készített elő szakmai anyagokat a természetgyógyászatról hozható jogszabályok terén. Ez a bizottság havonta ülésezett 5 éven át, 1994-től 1999-ig, és Tamasi doktor szervezésében Budapesten is többször tartott nyilvános, sikeres konferenciát.
Tamási doktor számtalan tudományos és ismeretterjesztő előadást tartott és sok szakmai cikket írt. 2023-ban hatalmas ellenszélben a Szent Györgyi Albert orvosi díj délkelet-magyarországi területének díjazottja lett több mint 200 jelölt közül, amely ma Magyarországon a legrangosabb kitüntetés a gyakorló orvosok között és a páciensek munkáját megbecsülő szimpatizánsok szavazata alapján ítélik oda. Tamási doktornak 6 gyermeke és 6 unokája van. Tamási doktor ellen Covid áljárványos időszak alatt megszólalása miatt 5 eljárás van folyamatban, 2 büntető, 3 orvosetikai és abból létrehozott bírósági eljárás. Jellemzően ezek mindegyikét a Magyar Orvosi Kamara tisztségviselői indították. Csupán egyetlen bírósági pere zárult eddig, ahol jogerős döntés van, ezt ő, Tamási doktor indította. Ez egy sajtóper, amelyet a Telex nevű mainstream lap ellen, annak valótlan Tamási doktort lejáratni szándékozó állításai miatt indított, és jogerősen meg is nyert. Ezen eljárások keretében 2 tartottak nála, családjánál, hajnali órákban házkutatást, jellemzően mindig karácsony előtt, és több eljárásban milliós nagyságrendű büntetéseket szabtak ki rá. Nem fogadta el az ügyészségnek azt a nagyjájtő ajánlatát sem, hogyha elismeri bűnösségét, és fizet 750 000 forintot, akkor eltörlik a feljelentést. Több hasonló rémhírterjesztési perben szakértő tanúként támogatta a vádlottakat, ezek egyike már sikeresen lezárult, és a vádlott ellen megszüntették az eljárást. Ez Miskolcon zajlott egyébként Hefner Attila esetében, aki szintén óriási dolgot hajtott végre az elmúlt 3 évben, rengeteg embert felvilágosított és mentett meg. Ezen megpróbáltatások ellenére életvidám és meggyőződése, hogy ezek a nehézségek azért érik őt, hogy az igazság felszínre kerülhessen. Buseó András, felre van. Ismertetném a vádiratot. A feljelentés az 2021-ben történt, a vádirat pedig 2022-ben. Az a bizonyos novemberi videófelvétel, amiben kiragadtak néhány mondatot, ezeket ismertetném, hogy szembesüljünk azzal, hogy ezek a mondatok igazak. Igen, igazak. Ez 2021-ben hangzott el, most 2024-et írunk. Még inkább igazak volt. Akkor is, és ezek most is megállják a helyüket. Mondom őket, amelyet a rendőrség kiragadott. Drága honfitársak, először is újra meg kell erősítsek mindenkit, hogy nincs mitől félni. Nincs és nem is volt semmiféle eddig nem ismert vírus, nem volt általa okozott COVID-19 betegség, nem volt valós világjárvány, az emberek nem SARS-CoV-2 vírustól haltak meg, hanem alapbetegségeik és a szokásos influenza-szerű megbetegedések miatt. Ezt egyébként Müller Cecília is elmondta még 2020-ban, hogy azok betegednek meg COVID-ban, nevezzük most így, mert így ismerős a történet, akiknek van valamilyen alapbetegségük. Ez nem változott az oltás után sem. Mint ahogy látjátok, kitettük a Facebookon felelhető, igazolhatóan oltott embereknek a halálozását, akiket a családtagjaik, barátaik vettek föl. Megdöbbentő, csak a töredékét tudtuk föltenni, mint ami van, annyit tudtunk kinyomtatni, rengeteg van fönn.
és ez naponta bővül, nem csökken, hanem növekszik. Akkor meg kell kérdőjeleznünk azt, hogy amit Tamási doktor akkor mondott, azok még most is megállják a helyüket. Folytatom. Újabban pedig a megnövekedett halálozás már az oltásokat nevezett mérgező injekcióktól van. Nem annyian haltak meg, amit harsognak, hanem csupán annak töredéke, mert csaló módon számolják az eseteket, hogy megfélemlítsenek mindenkit. Háború folyik az emberiség ellen. Mindenkit meg akarnak ölni félelemmel, oltásokkal, hibás kezelési protokollokkal, hatékony megelőzés tiltásával, lezárásokkal, a valóban betegek orvosi és egészségügyi ellátásának ellehetetlenítésével, gazdaság tönkretételével. És azokkal a jogszabályokkal, amelyeket ennek a háborúnak a részeként tudatosan hoztak meg személyiségi jogaink, emberi méltóságunk sárba tiprása céljából, minden tudományos logika nélkülözésével. Találunk ezekben a mondatokban kifogásolni való, vagy hazugságot, vagy rémhírterjesztésre utaló bármiféle kifejezés? Folytatom. Az oltások részei az emberiség elleni háború fegyvere arzenáljának, melyet kényszerítés hatására semmi áron nem szabad felvenni, mert csak is kárt okoznak, semmilyen haszna nincs az egészségre, ráadásul nincs mi ellen védekezni, és a saját testünk felett mi magunk rendelkezünk. Ezek a mondatok tényleg kemény mondatok. 2021-ben ezek elhangzottak. Tudjátok, mi választja el a Ponteót az igazságtól? 3 hónap. 3 hónap. Sokkal közelebb vagyunk az igazsághoz. És nemzetközi szinten rengeteg minden kerül elő. Én föl vagyok iratkozva legalább 20-25 hírlevélre. Nem bírom követni az eseményeket, nem tudom feldolgozni. Minden nap kerülnek ki tudományos igazolások, amik bennünket és Tamási doktort igazolnak. A kormányzati intézkedéseket egy felsőbb hatalom eszközének állította be, ezt már a rendőrség írja, amellyel mindenkit meg akarnak ölni. Állítása szerint a sátánista és zsarnok erők a vesztüket érezték, ezért nyúltak egyre durvább kényszerintézkedésekhez. Jóslata alapján a terror végét 2022 év február-március hónapjára tette. Kérte nézőit, hogy ne használjanak bizonyos kifejezéseket, például covidos vagyok, szomszédom covidos volt, mert az támogatja az aljas háborús propagandát. Nézőihez továbbá az alábbi közléseket intézte. Kamu tesztek eredménye nem bizonyítja, hogy covidos voltál. Nincs covid, csak nátha van. Tüdőgyulladás van, mint a korábbi években is. Miért is nem engedték boncolni a vélhetően covidban meghalt embereket? Mire jöttek volna rá azok a boncorvosok, akik naponta több ember boncolnak? Hatósági orvos szakértői boncolásokkal. Miért is nem engedték? Mire jöttek volna rá? 2020. februárjában David Icke volt az első, aki a londoni stúdióban először mondta el, hogy ő hogyan gondolja ezt az egész Covid történetet, és azóta ez nem változott. Ő exoszomának nevezte a sejtek szétesését, amit a szervezet feldolgoz. A germán medicina szerint a vírus és a gyulladás már a betegségnek a végét jelenti, mert azt már a szervezet a gyógyulási szakaszban van. És ekkor betegedtek meg, ekkor keletkeztek ezek a tünetek. A vírusnak a jelentése? Miért? Igazából még ma sem tudják, hogy mi a vírus. Karikó Katalin mit mondott? E-mailen kapta meg a vírus szekvenciát. És ez alapján készítették el. Amit ugyan nem 19-ben, és nem 20-ben, és nem 21-ben, hanem elő. Magyarországra 2017-ben érkeztek a PCR tesztek.
aki ezt kitalálta, egyértelműen megmondta, hogy nem alkalmazható arra, amire használták. 2019. augusztusában meghalt. Meghalt Nyeri. Tudógyulladásban. Igazából nem tudjuk mivel. Folytatom. Kamutesztek eredménye nem bizonyítja, hogy covidos voltál, nincs covid, csak nátha van, tüdőgyulladás van, mint a korábbi években is. Mint orvos azt mondom nektek, téveszméket terjesztettek, mert a covidos az nem igaz. Influenzás voltál, amitől előző években is nagyon sokan meghaltak. Senki nem bizonyítja, hogy létezik egy covidnak nevezett önálló kórkép, így ne beszélj butaságokat. Az oltással kapcsolatban kifejtette, hogy ez nem védőoltás, hanem kísérleti génterápiás szer, valójában egy elmebeteg hadászati program, amely mérgez, és aminek mellékhatásai vannak. David Martin, aki biológiai fegyverszakértő, ezt már 2020-21-ben egyértelműen kimondta, hogy ez a vakcina biológiai fegyver. Kitől hinnénk el mástól? Mint aki benne volt ebben az egészben, és tudja, hogy mi az. Felhívta nézőit arra, hogy próbáljanak tenni a felelőtlen pánikban lévő szülők ellen, akik beoltatják ártatlan gyermekeiket ezekkel a mérgező szerekkel. Még ha védőoltás lenne, akkor sem lenne szüksége egyik gyereknek se erre, hiszen a gyerekek nem betegszenek meg a koronavírustól, és nem terjesztik azt. Ez ma is így van. Minden mondata megállja a helyét 2024. május 21-én is. És akkor se hatna semmit az ország lakosságának az egészségére, hogyha minden gyereket beoltanának. Ez egy vágóhír, ahová a gyerekeinket viszik ezek a birkaszülők, akik arra sem értek, hogy gyerekeinket felneveljék, mert nem tájékozódnak. Amikor ezek a szülők rá fognak döbbenni, egyesek már rádöbbentek, de amikor sokan rá fognak döbbenni arra, hogy mit követtek el a saját gyerekeikkel szemben, na akkor mi lesz itt? Én nem merek belegondolni. Többször kérte, hogy látogassák meg az Orvosok a Tisztánlátásért oldalát, és nézzék meg az új videóikat, amit ebben a témában készítettek. Kérte továbbá, hogy mondjanak nemet a maszk használatra. Idézem, hamis, buta biztonságérzete miatt használják sokan. A kormány most újra kötelezővé tette az átteretben, mert azt a parancsot kapta gazdáitól, hogy fokozza a rémületet. Ez csupán egy szimbólum, a rémület szimbóluma. Semmi nem bizonyítja, hogy van mitől védekezni a maszk által, és hogy bármitől megvédem azt. Találj kiskaput, minél kevesebb időt tölts például olyan helyeken, ahol megkövetelik, hogy vegyél szabad levegőt, használj lyukacsos maszkot, és ne higgy az idióta propagandának. Arra buzdította a videó nézőit, hogy mondjanak nemet ezekre az intézkedésekre, álljanak mögéjük, hogy vége legyen ennek az egésznek. Tüntetéseken való részvételre hívta fel őket, illetve kérte, hogy minél több ember szemét is sárkál. Felhívta a figyelmet arra is, hogy hosszú távon ne keressenek kiskaput az emberek, mert azzal csak a terrorintézkedéseket támogatják. Olyan kijelentéseket tett, hogy az emberek ne higgyenek a politikai pártoknak, politikusoknak, mert mindnek ugyanaz a gazdája. Kérte, hogy gyűjtsenek minden információt, dokumentáljanak, mert a nagy újraébredés után szükség lesz környezetünk árulóktól és bűnözőktől való megtisztítására. Na ez van folyamatban most a világban. Fogom ismertetni azt a büntető feljelentést, amit Hágába küldtünk el. Több száz aláíróval, Németországból, Ausztriából, Svájcból, Dániából, Franciaországból érkeztek aláírások, és ezt feladtuk, ismertetni fogom. A kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megavása érdekében Magyarország egész területére több alkalommal veszélyhelyzetet hirdetett ki a cselekmény idején 2021. február 8. napjától hatályos.
ez a kormányrendelet volt érvényben akkor, amikor ez a videó történt. Igazából ezért van most ez a büntetőper gyakorlatilag, mert ebben az időszakban mondta el ezeket a mondatokat, és ekkor világosította fel az embereket, amikor még az oltáskampány egyben ment. Dr. Tamasi József vádlott, az általa közzétett felvételen több olyan szándékosan valótlan és megalapozottan tényállást tett, amelyek alkalmasak voltak az azt megismerők megtévesztésére, a védekezés irányítóival szembeni bizalmatlanság kialakítására. A doktori diplomával rendelkező vádlott egyértelműen tudatában volt annak, hogy videója különleges jogrend idején jelenik meg. Kérdezem én, egy orvos, amikor a hippokrateszi esküt leteszi, akkor ő meg fogja majd választani, hogy milyen történelmi időben mondja el a mondatait, és mikor védi meg az embert? Egy esküt csak egyszer lehet letenni, és az egy egész életre szól. Nem különleges jobb helyzetben, nem veszélyhelyzetben. Az emberéletek azok megszülettünk és vagyunk, és nem a történelmi időkben. Szándéka tudatosan a nagy nyilvánosság előtti elkövetés útján az általa ismert valós tények, így a pandémia létének tagadására, az oltóanyag negatív színben való feltüntetésére, a védekezés intézkedések céljának, eredményességének megakadályozására irányult. Dr. Tamasi József vádlott különleges jogrend idején megjelent videója alkalmas volt a köznyugalom megzavarására. A járvány elleni egységes kormányzati védekezés akadályozására, a járványügyi intézkedések aláásására, a védőoltásba vetett bizalom megingatására, ezáltal a járványhelyzet következményeinek súlyosbítására. És semmi más nem tett, csak az emberek életét mentette. Hogy mit tegyenek? Ha nem ismerik a saját egészségüket, akkor hallgassanak olyan orvosra, aki védi őket, és nem meghúzza a ravaszt. Kik a legnagyobb felelősök ezért az egészért? Kik követték el? Kik húzták meg a ravaszt? Nem a politikusok. A politikusok csak kiadták a parancsot. Az orvosok. Az orvosok húzták meg, akiknek a fizetését fölemelték 2015-től. Folyamatosan szépen, mert már készültek. Mikor volt ez az egész WHO egyezmény előkészítve? Én úgy gondolom, hogy 2015-ben a riói környezetvédelmi konferencián. Azóta készültek erre az egészre, hogyha visszanézzük a történelem folyamát. A vádlott által feltöltött videót 18 000 felhasználó osztotta meg, és azokra 7 000 reakció érkezett. A hozzászólók túlnyomó részt egyetértettek a videóban elhangzottakkal, egy részük megköszönte a tájékoztatást, míg mások még bátrabb kiállásra ösztönözték, így a vádlott az általa közöltekkel célját elérte. De volt kettő, akinek nem tetszett. Két informatikus, aki úgy gondolta, hogy ő többet tud erről. Többet tud az emberi testről, mint a számítógépekről és a programokról. Egy férfi és egy nő. Hogy kettő legyen. A különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtti védekezés akadályozására alkalmas valótlan tények állítását, a bűncselekmény elkövetésének helyét, idejét és a vádlott bűnösségét bizonyítja. A feljelentések és mellékletei, a kutatás és lefoglalás elrendeléséről szóló határozatok és jegyzőkönyvek, rendőri feljegyzések a feljelentésekről, az inkriminált videó és a vádlottól lefoglalt eszköz elemzéséről és adatmentéséről. A leírt tényállás alapján dr. Tamasi József vádlottat vádolom. A BTK 337-es paragrafus 2 bekezdésébe ütköző különleges jogrend idején elkövetett. Rémhírterjesztés büntettével. Ha most felolvastam ezeket a mondatokat, amit a rendőrség, illetve a feljelentő nem találták fel előre. Ma 2024-et írunk. Szerintetek megállják a helyüket ezek a mondatok?
akkor is, és most még inkább, akkor is megállták, de most sokkal több bizonyíték van arra, hogy minden mondata igaz volt. Minden mondata. A BN422-es paragrafus bekezdés D pontja alapján indítványozom, hogy a bíróság, dr. Tamasi József vádlottat, a BTK, ezek tele vannak jogszabályokkal, ezt nem mondanám. Van egy jó hír, aki a Lurdi-házban a konferenciákra szokott jönni, az találkozott Balázs Mariannal, aki Németországban szokott hazajönni hozzám. És ő benne van a United for Freedom szervezetben. És ez a szervezet most beszállt Tamasi doktornak a támogatására. Itt van az alapszabályok 38 oldalban, beletküldve a bíróságnak tegnap este. Egy összefoglalót mondanék erről, hogy mi ez a szervezet. És hogyha a bíróság befogadja, véletlenül be fogja fogadni, akkor a Marian részt vehet a tárgyaláson és a következő tárgyaláson. Ezért izgulunk most, hogy fogadják el mindezt. A United for Freedom emberi jogvédő szervezet tevékenysége alapul a saját szabályain, ez a 38 oldal. Az Európai Unióról szóló bekezdés 2 cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés cikkének vannak, és ezeken alapul az emberi jogok védelmezőjének védelméről szóló Európai Uniós iránymutatásokra hivatkozva figyelemmel kísérjük bírósági tárgyalások menetét az emberi jogok tiszteletben tartása szempontjából. Tehát ez a külföldi szervezet beavatkozhat az európai országokban a bírósági ügymenetben. Ellenőrizheti. Ez történik most. Az emberi jogi aktivisták védelméről szóló uniós iránymutatás 3.-4. pontja a következőket mondja ki. Az EU támogatja a nyilatkozatban foglalt elveket az egyének, csoportok és társadalmi szervez azon jogáról és kötelezettségéről, hogy előmozdítsák és védjék az általánosan elismert emberi jogokat és alapvető szabadságokat. Bár az emberi jogok előmozdítása és védelme elsősorban az államok felelőssége, az EU elismeri, hogy az egyének, csoportok és társadalmi szervek fontos szerepet játszanak az emberi jogok ügyében. Az emberi jogok védelmezőjének tevékenységei közé tartozik. Az emberi jogok megsértésének dokumentálása, az emberi jogok megsértésének áldozatai számára jogi, pszichológiai, orvosi vagy egyéb támogatás nyújtásával történő segítségnyújtás, a büntetlenség kultúrája elleni küzdelem, amely az emberi jogok és alapvető szabadságjogok rendszeres és ismételt megsértését igyekszik elfedni, és az emberi jogok kultúrájának és az emberi jogok védelmezőiről szóló információk terjesztése helyi, regionális és nemzetközi szinten. Így néz ki ez a 38 oldalas szabályzatnak a fedőlapja. Szól a kérelem, amit beadott Marian. Én, Rimmenstein Balázs Marian, a United for Freedom nemzetközi emberi jogi szervezetet, emberi jogi felügyelője, etikai bizottság azonosító szám, mint dr. Tamasi József vádlott meghatalmazottja, az itt következő bizonyítékokat nyújtom be, az a 6B1906-2022 viszonyítés ügyszám alatt, ellene vezetett eljáráshoz és kérvényezem ezeknek figyelembevételét az eljárás további menetében. Minden bizonyíték az Európai Unió és az Egészségügyi Világszervezet által kiadott hivatalos dokumentum. A következő dokumentumokról van szó. AstraZeneca oltóanyag engedélyezésének a visszavonása az Európai Unió által
2024. március 27-én. Erről még fogok szólni egy videó kapcsán. Európai Számvevőszék 2022-es külön jelentésében a 33-34. Oldalon bizonyítja, hogy az EU bizottság elnöke Ursula von der Leyen leállította a tudományos tanácsadó testület üléseit a COVID-19 elleni oltóanyagokkal kapcsolatban, és SMS-ben megrendelte az oltóanyagot a Pfizer-BioNTech gyógyszergyárnál a tudományos tanácsadó testület jóváhagyása nélkül. Harmadik. A Pfizer-BioNTech oltóanyag mellékhatásai 2021. december 19-től 2022. június 21-ig az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA által hivatalosan jegyzetelve. Ezek a táblázatok és 393 oldalon van mindez. Az Egészségügyi Világszervezet 2021. március 27-én kiadott listája a Pfizer-BioNTech oltóanyag mellékhatásairól. A lista 123 oldal, és már 6007 fajta mellékhatást tartalmaz. Az Egészségügyi Világszervezet statisztikája 2021. november 12-én a COVID-19 oltások mellékhatásainak a méretei másfajta gyógyszerekkel és oltóanyagokkal összehasonlítva. 6. Az Európai Gyógyszerügynökség EMA hivatalos állásfoglalása 2023. október 18-ai keltezéssel, amelyben az EMA megerősíti, hogy a COVID vakcinákat soha nem hagyták jóvá az átviteli elleni védelemre az adatok kifejezett hiánya miatt, továbbá megerősíti a mellékhatásokat és a DNS szennyezést. A kormányok tudták, hogy a vakcinák nem akadályozzák meg a vírus terjedését, de ezt a tudást nem adta át a polgárainak. Az EMA engedélyében benne áll még az is, hogy csak gondos vizsgálat után szabad beadni. A védőoltás beadása vagy ajánlása előtt minden biztonsági információt gondosan ellenőrizni kell. Idézet vége. Ez azt jelenti, hogy tömeges oltásra minden komoly vizsgálat nélkül soha nem volt engedélyezve. 7. Az EMA értékelési beszámolója 2021. február 19. Már a vakcinák bevezetése kezdetén írta az EMA, hogy sem genotoxicitási, sem karcinogenitási vizsgálatokat az előtanulmányokban nem végeztek. Lásd 56. oldal. Hatékonyságot, biztonságosságot és immunogenitást klinikai vakcinatételekkel bizonyították. Egy gyártási folyamat az engedélyezési folyamatban. A kereskedelmi tételeket egy másik eljárással állítják elő. Ezekben a termékekben lipidekkel kapcsolatos szennyeződéseket is megfigyeltek. 8. Előzetes adásvételi szerződés az Európai Unió és a Pfizer gyógyszergyár között 2020. november 20. Az Európai Unió egy keretszerződést kötött a Pfizer-BioNTech vállalattal, és így mind a 27 tagállam automatikusan szerződéses partnerré vált, amikor aláírta az erre vonatkozó megrendelési szerződést. A 2020. november 20-án megkötött elővételi megállapodással az Európai Unió hetekkel azelőtt jóváhagyta a vakcina feltételes forgalomba hozását, anélkül, hogy az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA, ezt először engedélyezte volna. Erre később került sor. 15. oldalon az Európai Unió Bizottsága egyetért azzal, hogy a BioNTech-Pfizer erőfeszítései a vakcina kifejlesztésére és előállítására ambiciózusak, valamint jelentősen kockázatosak és nem biztonságosak. Lásd Chapter Article 6.7, Weaver 15. oldal. 24. oldalon megegyeznek, hogy a minden felelősség az uniós tagállamokra hárul. A gyógyszergyárak ezzel fel lesznek minden felelősségtől mentve. Ezt ugye tudjuk. Ez a Chapter Article 12 minden 1.24 oldal. A 25. oldal azt is meghatározzák, hogy milyen oltási károkra vonatkozik a gyógyszergyártók felmentése a kártérítéstől.
halálesetek, testi, szellemi vagy érzelmi károk, betegségek, fogyatékosságok, vagyonvesztés vagy károsodás, gazdasági veszteségek vagy üzleti tevékenység megszakítása esetén létrejött veszteség. Ezekre nem vonatkoznak. Ezekre a károkok. A vakcina első megrendelésével minden állam el is fogadta az elővásárlási megállapodás minden feltételét. Az egyes EU tagállamok megrendelési szerződései a 48 és 49. oldalon azt tartalmazzák, hogy az EU tagállamok tudomásul veszik, hogy a vakcina hosszú távú hatásai és hatékonysága ismeretlenek, és hogy korábban nem ismert mellékhatások léphetnek fel. Az EU kormányai nem csak tudták, hogy a vakcina biztonságossága és hatékonysága ismeretlen, hanem kifejezetten elfogadták azt. 4.48. oldal. Bár az uniós tagállamok tisztában voltak a bizonytalansággal és az ezzel járó kockázattal, kötelezettséget vállaltak annak biztosítására, hogy az elővásárlási megállapodás meghatározott teljesítési időpontja előtt a tagállamok beszerzik az összes nemzeti szinten szükséges engedélyt és felhatalmazást annak érdekében, hogy a megállapodásból eredő valamennyi kötelezettséget teljesíteni tudják. A kormányok és a mainstream média évekig azt állította, hogy a vakcina jól tesztelt, biztonságos és nagyon hatékony. Viszont a hivatalos szerződés és mellékhatások hosszú listái szerint egy olyan oltóanyagról van szó, amelynek hatékonysága és biztonságossága ismeretlen volt már kezdettől fogva, amelynek előállítása nagy kockázatokkal jár, amely a szerződés szerint halálhoz, betegséghez és rokkantsághoz vezethet, az EMA is csak feltételesen hagyja jóvá, és ezt követően beoltják az időseket, a betegeket, az egészségeseket, a gyerekeket, a csecsemőket és a terhes nőket. A kormányok által folytatott tömeges kampányok, ami arra irányult, hogy az emberek saját szüleik, szomszédaik és a társadalom leggyengébb tagjainak védelme érdekében oltassák be magukat, kezdettől fogva az EMA adatai és állásfoglalásai szerint alaptalanok voltak. Az Európai Unióban lehet betegnek lenni és meghalni, de nyilvános szerveknek nem szabad egy embert se valamilyen formában arra kényszeríteni, hogy azáltal kárt szenvedhet, vagy bele is halhat. A német Paul Ehrlich Intézet már az első fél évben 2021. július 31-ig 926 hivatalosan elismert oltás általi halálesetet tartott nyilván. Ilyen halálozás mellett idáig minden gyógyszer már le lett állítva. Ilyen még a világon nem volt, mint amit most végrehajtottak velünk. A gyógyszerkísérletnél az első halálesetnél leállítják. De legalábbis az ötödikön biztos. A magyar alaptörvény szabadság és felelősség fejezete szerint. Második cikk. Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. A magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Harmadik cikk. Tilos emberen tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. Hogy is hangzott el a tévében? Dr. Szlávik János szájából? Emberkísérlet zajlik. Beke Andrea most a Tamasi Józsefnek a bírónője. A december 7-i tárgyaláson megkérdezte a lezajlott videóban, hogy kiszólalt meg, nem is látható. Magyarországon érvényes az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, ennek 19. cikke a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága szerint. Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon. Akkor hogy is van ez? Azért, mert veszélyhelyzetet rendeltek el, különleges jogrendet. Akkor ezek fel vannak függesztve? Az emberek, mi is fel vagyunk függesztve, hiszen fel voltunk. Sőt, be voltunk zárva. Nem sokan.
Mivel a nyilvános szervek nem tájékoztatták a széles tömegeket az EMA hivatalos véleményéről és utasításairól az új vakcinákkal kapcsolatban, pedig erre szükség lett volna, hogy mindenki szabadon tudjon dönteni. Ezért lett szükség olyan orvosokra, akik hipokráteszi esküjük értelmében az embereket tájékoztatják. Tamasi József ilyen orvos, aki fölvállalta a hipokráteszi esküjét, és nem ártott, hanem segített. Zárókérvény, végül is kérem a bíróságot mindezeket a tényeket a döntésében figyelembe venni, és megkérvényezem a felvételemet, mint harmadik fél az eljárásban. Mert személyesen kíván Marian részt venni ezeket a tárgyalásokban. Kérdés, hogy ezt megemlítenek. Egy picit vedd át létre. Sajtójelentés. Uniós polgárok százai tesznek büntető feljelentést a Nemzetközi Büntetőbíróságnál és nemzeti ügyészségeiknél az EU és a Pfizer közötti elővásárlási megállapodás és annak következményei miatt. Dr. Monostori Attila, magyar emberjogi ügyvéd, a Gemein Wohl Lobby német polgári szervezet kezdeményezésére május 10-én több száz uniós polgár nevében büntetőjogi panaszt nyújtott be a Hágai Nemzetközi Büntetőbírósághoz az Európai Unió és a Pfizer gyógyszeripari vállalat közötti 2020. november 20-i elővásárlási szerződés felelősei ellen. Ennek megfelelően számos bűncselekményt állítanak, többek között a következőket. A Nürnbergi kódex megsértése, emberiesség elleni bűncselekmények, népirtás büntettei. A feljelentők szerint az EU-Pfizer elővásárlási megállapodás bűncselekményi tartalma számtalan súlyos, egészségügyi és anyagi kárt okozott. Egyetlen kormány vagy intézmény sem vállalta eddig a felelősséget ezekért a károkért. A büntető feljelentés széleskörű bizonyítékok kísérték, amelyek kizárólag a WHO és az uniós hatóságok hivatalos dokumentumai. A feljelentők szerint ezek a dokumentumok egyértelműen bizonyítják, hogy az illetékes hatóságok kezdettől fogva tisztában voltak az oltások által okozott súlyos egészségkárosodás kockázatában. Ennek ellenére a Pfizer vakcina forgalmazását és beadását az EU-ban még mindig nem állították le. Ehelyett továbbra is azt állítják, hogy a vakcina biztonságos és hatékony, és nem okoz hosszú távú mellékhatásokat. Eközben azonban egyre több ember szenved ennek a szándékos megtévesztésnek a pusztító következményeitől. Ez egyértelműen kiderül az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA és a WHO hivatalos adataiból. A humanitárius katasztrófa csökkentése érdekében a panaszos, uniós polgárok felszólítják a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot, hogy haladéktalanul indítson vizsgálatot a felelősök ellen, és azonnali hatállyal állítsa le a Pfizer vakcina további forgalmazását. Ezzel a nemzetközi büntetőfeljelentéssel párhuzamosan május 10-én Németország és Ausztria illetékes ügyészségeinél is több száz büntetőfeljelentés lett beadva a szerződés jóváhagyásáért és végrehajtásáért felelős személyek ellen. Még mindig lehet csatlakozni a nemzetközi büntetőjogi panaszhoz. Még küldjük az aláírásokat, tehát továbbra is fogadjuk azt az egy oldalt kell aláírni. Tehát ez a per, én úgy gondolom, hogy mikor is volt Semmelweisnek ez a bizonyos ügye, a filmet. A filmet bemutatták tavaly november végén. Ki látta a Semmelweis filmet? Nagyon jól sikerült, szépen megcsinálták, külföldre is eljutott. 177 évvel ezelőtt történt, 1847-ben. 177 éve ugyanott történt, csak a díszlet változott. Egy ilyen koncepciós terv zajlik most a hátunk mögött. Ez köszönöm. Visszatérve egy videóhoz. Ha ismeritek Szőke Mária Magdolnát, jelentkezzetek fel a hírlevelére, óriási az újságíró hölgy. Itt volt nálunk a Lurdi Házba is,
elmondta az életét, és ez mit csinál. Az írásai megbízhatóak, nagyon utána megy mindennek, minden mondatát megrágja, nagyon szókimondó, érdemes a híreivel elcsatlakozni. Tegnap esti hírlegeléből egy részletet egy videóból kiírtam, ami átfogja az egészet. Az AstraZeneca a COVID-19 vakcina világszerte történő visszavonása felé halad, miután beismerte egy ritka mellékhatás előfordulását, kapcsolat van az oltás és az agy, vagy a gyomor egyes részein kialakuló vérrögök között, ami hosszú távú rokkantságot vagy halált okozhat. A gyógyszergyártó kérvényezte, hogy az Európai Unióban ne használják tovább a gyógyszert, és tervezi, hogy ugyanezt teszi a világ többi részein is. A szabályozó hatóságunk tavaly megszüntette a vakcinát. Egy sportoló beszámolója. Adrian Walker vagyok, és vakcina sérült. Nálam vakcina okozta a trombózis, és trombocitopéniát, azt diagnosztizáltak nála. Többszörös vérrögök és rendkívül alacsony vérlemezkéim vannak. 4 óra alatti maratoncsukó voltam, és korábbi félprofi futballbíró. Az orvosok azt mondták, hogy a fittségem nagyban hozzájárult ahhoz, hogy túléltem. Most a feleségemre hagyatkozom, hogy toljon engem kerekes cégben. Most már rokkant vagyok. Nem tudok dolgozni. Már a lépcsőn fel és lesétálástól is elakad a lélegzetem. Már nem élek, csupán létezem. Az AstraZeneca vakcinája miatt elszakították tőlem az életemet, ahogyan azt ismertem. Csak azért vettük be a vakcinát, hogy megvédjünk másokat, hogy helyesen cselekedjünk. Ahogyan a kormány és a mainstream média folyamatosan azt mondta a társadalomnak, hogy ezt kell tenni. Most úgy értem, hogy kényszerítettek és hazudtak nekem. Most már tudjuk, hogy a vakcina nem akadályozza meg a Covid elkapását, és nem akadályozza meg a Covid terjesztését. Sokkolt és megdöbbentett a vakcinák mellékhatásait övező cenzúra mértéke. Úgy tűnik, hogy a kormányok, a közösségi média és a mainstream média világszerte folyamatosan a biztonságos és hatékony kifejezést használja. Mégis azonnal, amint ezt megkérdőjelezik, azonnal leállítják, elutasítják és félretájékoztatásnak bélyezik. Nem vagyunk félretájékoztatók. És igazából hármékeztet Kemenesi Gáborra, egy pécsi virológus, aki igen rendesen osztotta az észt 2021-ben. Én úgy gondolom, hogy megérdemelni egy felvelelkést a tanulmányt. Hogy gondoljátok? Ezt Szőke Mári magam megkérdezi tőlünk, hogy valaki jelentse már föl a magyarországi Covid-bohócot, Kemenesi Gábort, aki tudatosan félretájékoztatta az embereket az AstraZeneca vérrögképző Covid-oltásáról, amit most visszahívott a gyártó. Kemenesi írta 2021. április 15-én 100 000-szer inkább okoz trombózist a koronavírus, mint az AstraZeneca vakcinája. Ez mekkora hazugság volt? Hány ember kergeted vele az oltásba? Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös munkája során kifejlesztett COVID-19 elleni vakcina forgalmazási engedélyét Európában és más országokban is önkéntesen visszavonja a gyártó. Habár a vakcinának korábban több mint 6 millió élet megmentését tulajdonították, most ritka, halálos mellékhatás miatt indítottak vizsgálatot, írta a Daily Mail. A fenti videómontázs, ebből olvastam föl most egy sérültnek a vallomását. A Covid-oltásnak volt az a film elején, azt nem mondtam, a propagandája, a vége pedig a valóság, az azt, hogy ennek a Covid-oltásának a leleplezése és a visszahívása.
Kemenesi Gábor virológus, biológus, vírusvadász és hivatásos hazudozó egyike volt azoknak a senkiházi vitangoknak, akik nyilván jó pénzért beállt a gyilkos Covid-terror alatt gyilkos Covid-bóhoznak. Most Szőke Mária Magdalnának a tegnap esti hírlevelét olvasok fel szó szerint. Ezeknek az én mondatáról egyetőket a pécsi Covid-maffiából kigúrjázott kis biológus, aki azóta a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának tudományos igazgató helyettesévé nőtte ki magát, a WEF protokoll megálmodta agymosó protokoll szerint hazudozott az egész járványhelyzetről, majd fel nem foghatni, mire alapozta ezt, úgy tett, mintha ő aztán minden tudna a kísérleti Covid-szérumról. Nem mellesleg, kevesen tudják, hogy Magyarországon is, hogy pont Pécsen működik az egyik olyan biológiai kísérleti laboratórium, ahol feltételezhetően az elmúlt Covid-esztendők alatt sok olyan dolog, kísérlet is folyik, amiről a propaganda nem tájékoztatja a magyar embereket. A védőoltás megtett közelem. A védőoltásnak hazudott kísérleti biológiai fegyverről, amelyről most már elkerülhetetlenül kiderül a sok hazugság, amit normális ember már a bevetésekkor sejthetett, az orvosoknak, gyógyszerészeknek, egy szóval a tudomány embereinek meg kötelező lett volna tudni. Tudni és kételkedni, ugyanis az értelmes kételkedés az, ami valóban előre viszi a tudomány fejlődését. A tudomány embereinek zöme azonban érthetetlen, vagy nagyon is érthető módon elárulták a tudományt, eladták lelküket, azt persze nehéz eldönteni, hogy ennyire tanulatlan idióták, vagy ennyire aljas népirtók lehetnek mindezen alapok, hogy kérdés nélkül álltak be hülyíteni és félrevezetni, és ezáltal az oltóközpontok vágóhídjára terelni azokat az embereket, akik alapjáraton a társadalmi rend idomítása alapján megbíztak bennük, orvosaikban, tudósaikban. Ne menjetek el! Sanyi, te jössz utánam. Bírod még? Jó, akkor gyere vissza. Nos, nem kellett volna. Ez ma már világosabb a napnál, mert ezek az alakok mind hazug sarlatánok, akik elárulták hivatásukat és eladták a lelküket. Kemenesi Gábor. 2021. március 31. A vakcinák a tünetmentes fertőzés megjelenésétől is védenek. Ilyen cikkeket írt akkor. A fotó, itt van, meg lehet nézni. 2021 elején Kemenesi már azt is tudta, hogy a Covid szérum a tünetmentes fertőzés megjelenésétől is véd. Az ilyen kijelentések azok, a tudományosnak álcázott, azonban minden valós tudományos alapot és bizonyítékot nélkülöző protokoll marhaságok voltak, amit egy igazi tudós sosem vállalt volna be. Ami ez a Kemenesi Gábor nevű Covid-bohócot illeti, ő egyike volt a magyar Covid-prérin, a tenyérbe mászó képű lelkiismeretlen, hivatalos hazudozóknak, akik éjt-nappal átéve osztották a sok hazugságot, az embereket félretájékoztató Covid-kamut a Facebookon, YouTube-on, ahol csak lehetett. Kemenesi idéz egy kutatást, amely során a Pfizerrel és a Modernával teszteltek több ezer embert. Folyamatosan tesztelték őket, és figyelték, hogy milyen a fertőzés, a tünetmentes megjelenése. A virológus elmondta, hogy az első adag beadása után 14 nappal már a beoltottak 80%-a védett volt, még a tünetmentes fertőzéssel szemben is a második dózis követő 14 nappal pedig 90%-uk volt. Hogyan merészelt ilyet állítani? Van egy fotó, és még egy hazugság, amiről azóta hivatalosan is kiderült, hogy nem igaz. A csodavakcina ugyanis semmilyen védettséget nem adott senkinek, azonban Kemenesi ezt hazudta 2021-ben a magyar embereknek. Akkor ki is terjesztett rémhíreket? Miért Tamasi József van ott a vádlottak padján? Miért nem ezek, akik félretájékoztatták az embereket és belehajtották abba, hogy beoltassák magukat egy kétes oltóanyaggal? Na, ez fog majd megfordulni. Úgyhogy félhetnek. Ők félhetnek most. Mi már nem félünk.
Ha pedig valaki a valós tudományra alapozott kérdéseket merészelt feltenni, például a kemenesi propaganda megosztásai alatt, az legtöbbször nagyon hamar le lett tiltva onnan. Így jártam én is, még 2020-ban a jeles vírusvadász profiljával, ahol választ ugyan nem kaptam, de tiltást azonnal. Mármint Szőke Mária Magdolnát tiltotta le, amikor hozzászólt. Van egy másik fotó, ez kemenesi Pinocchio másik elnyilatkozása. 100 000-szer inkább okoz trombózist a koronavírus, mint az AstraZeneca vakcinája. Ezt vajon hogy számolta ki, és tulajdonképpen most melyik koronavírusról van szó? Arról a sosem izoláltról, amiről regényt is írt, vagy másokról, ugyanis írt egy regényt is, képzeljétek el. Ugyanis még a közönséges náthát is kivétel nélkül koronavírusok okozzák, de ezek az alapok bagatellek voltak a pandémiás félelempornóban. Szóval 100 000-szer, Kemenesi úr, javaslom, ne lottózzon ilyen eltalálási arányban. Most Magyarország ZRT Covid-bohóca erről is azt nyilatkozta annó, hogy nincs nagyobb kockázata a vérőképződés terén, mint a dohányzásnak vagy a fogamzásgátló tablettáknak. Hogy mire alapozta ezen kijelentéseit Kemenesi Gábor, persze örök talány, ugyanis egy kísérleti vakcina esetében egy épeszű szakember nem jelentett ki ilyesmit, főleg, hogy a szóban forgó oltásnak nem volt meg hivatalosan a kötelező kísérleti időszaka. Kemenesi Gábornak semmilyen statisztika, tudományos hiteles számadat kísérleti eredmény nem állt, és nem is állhatott birtokában, és mégis ilyeneket mert nyilatkozni a mainstream média hazugsággyárainak. Kemenesi hazudott, és nyilván tudatosan, szándékos félrevezetés céljával hazudott a magyar embereknek. Nos, megjegyezném, jelen pillanatban a Covid bűntényeket, beleértve vakcináldozatokra vonatkozó vizsgálatokat, az Egyesült Államokban például a kongresszus színe előtt hiteles szakértői testületek vizsgálják és nyomozzák, nem pedig konteósok, raposföldhívók, vírusragadók, és sorolhatnám azokat a hirtelen kreált jelzőket, amiket ezek a hazug gazemberek 3 éve bedobtak a közmédiába. Az AstraZeneca nemrég beismerte azt, amit Kemenesi például még nem. Jelenleg a Földön 17-20 millióra satszolják azoknak a halálos áldozatoknak a számát, akik a Covid-szérum miatt haltak meg az elmúlt 2,5 év alatt, és ez még csak a jéghegy csúcsa. És ebben a tömeggyilkosságban cinkos bűntársak voltak ezek a gyilkos Covid-bohócok, akik a meggyalázott tudomány hamis álcája alatt szándékosan félrevezették az embereket. Úgy vélem, ha van Isten az égben, ahogy szoktuk mondani, nem úszták meg ezt. Arra viszont kíváncsi vagyok, ezek a hős vírusvadászok vajon maguknak is beadatták a nagyon reklámozott védőoltásnak hazudott kísérleti biológiai fegyvert? Nos, nem hinném, de ha mégis voltak ennyire idióták, noha nekik tudniuk kellett az igazat, akkor elég szarul érezhetik most magukat a bőrükben. Még egyszer ajánlom, Szőke Mária nyírását olvastam fel a Modern Apokrifek oknyomozói oldalán. És ezt azért tettem, mert ez a mai tárgyalásnak az ellenpéldája lehet, és úgy gondolom, hogy nekünk, vagyis hát az ígéret, hogyha felébrednek ők is, akkor ebben lehet. Sándor, adhatom a mikrofont? Aki akarja a saját élettörténetét ebben a 3 évben a Covid-dal kapcsolatban elmondani, hogy egy picit levegőt kapja. Folytatom még. Egy kis gyakorlatra hívlak benneteket. Szerintetek ártatlan Tamasi? Igen. Akkor lássuk. Tamasi ártatlan! Tamasi ártatlan! Tamasi ártatlan! Tamasi ártatlan! Tamasi ártatlan! Tamasi ártatlan! Hú!
úgy gondolom, hogy volt egy ilyen rendezvényünk, a, itt van az a srác debreceni Ákos, és az iskolája előtt tartottunk egy rendezvényt, Lol Enikővel szerveztem volt, és Erzsi nagyon megsértődött, mert Enikő nem engedte őt szóhoz jutni azon a rendezvényen, na most aztán maximálisan kárpótoltuk, viszont nem szeretnénk azt, hogy bárkiben valami gondolat, vagy elképzelés, hogy benne maradjon, hogy bárki így érezze magát, mint annak idején Erzsi. Épp ezért arra kérlek benneteket, hogy aki úgy érzi, nyugodtan gyertek, szólaljatok fel, mondjátok el a véleményeteket pár szóban, akár 10 szóban, akár pár oldalban, mert időnk az, mint a tenger. Úgyhogy kérlek, éljetek ezzel a lehetőséggel, fel lehet szólalni Tamasi mellett. Mondd ki! Sziasztok! Én csak a saját tapasztalataimat szeretném elmondani. Ugye én is megkaptam ezt a betegséget annak idején. Az érdekessége az volt, hogy mi a Boris Eszterrel már eléggé a korai kezdetben mellé álltunk ennek a problémának. És én 19-ben még őrellenőrként rohangáltam az országba, és ez hozzátartozott a belvárosnak egy bizonyos része is, ahol a kínaiak előszeretettel szálltak meg abban az időben. Ez 19 vége volt, és én december 3-án mintegy hadarab eldőltem, és 3 hétig levegő után kapkodtam. Azt mondták, hogy influenzám van, meg ahogy még nem volt hivatalosan ez itt bejegyezve, meg a protokoll nem indult el, ez volt talán a szerencsém. Tehát antibiotikummal és egyebekkel a szokásos influenzás kezelést kaptam, de én 2 hét után kimásztam az ágyból, mert volt egy olyan halálfélelmem, hogy még 1 hétig vízszintben vagyok, akkor én innen már nem megyek el élve, pedig otthon voltam. És elkezdtem dolgozni és mászni, mászkálni, vezetni, és kezdtem kijönni belőle, mert mozogtam. És ez volt az első eset, utána volt egy post-covid éven, amikor alig tudtam mozogni, az összes izületemet megtámadta ez a történet. Tehát ez a tüskefehérje gyönyörűen tette a dolgát a szervezetembe. Rá egy évre kaptam egy orbáncot, ami igazán nem hiányzott még ez a történethez. És rá 2 évre megint megkaptam, október 23-án, azért tudom, hogy ilyen pontosan, mert akkor éppen ugye tüntettünk, a 23-a minden évben egy nagy esemény, és másnapra mindenki beteg lett, és covidos lett mindenki. Többek között megfertőztem a családomat is. És az volt a dolog érdekessége, hogy ami docking, a házi orvosunk, az nem jött ki hozzánk, nem fogadott, hanem távvezérelve telefonon érdeklődött, mert mi bejelentettük, hogy megcsináltuk a tesztet otthon, és bizony-bizony mindenkinek pozitív lett. Ránk se nézett, csak kiírta a gyógyszereket, vegyünk ilyen véroxigén vizsgálót, és vizsgáljuk magunkat, és hogyha 90 alá megy, akkor azonnal menjünk, rohanjunk a kórházba, mert azonnal, mint a halacska, meg fogunk fulladni, és akkor már minket ott az akkori protokoll szerint valószínűleg a lélegeztetőgépre tettek volna. Hát ilyet nem tettünk, pedig nekem ment, még 80-valahány is volt, és én ezt nem éreztem, hogy 80-valahány az oxigén szinten, de gyönyörűen túléltük az első hetet, és az egészet azért mondom el, mert most jön a lényeg. Mi már akkor tudtunk az ivermectin létezéséről, és azt is tudtuk, hogy annak idején nagyon sokan elmondták a történetüket, akiket kezeltek ezzel, hogy 1-2 nap alatt helyrehozta őket. Nagy nehezen szereztem Szlovákiából egy adag ivermectint, ami a családnak elég volt, és azt beszedtük 4 napon keresztül egyet. 3-at kéne, mi azért az 4-et benyomtuk, és csodák csodája, 4. nap végére már rohangáltunk, vigyorogtunk, teljesen jól lettünk. És ez a felháborító, hogy ezt a gyógyszer nem csak hogy elhallgatták abban az időben, hanem tiltották. Van, aki börtönbe jutott miatta, mert segített az embereknek hozzájutni, mert behozta nagyobb mennyiségbe. És ez a mai napig így van, pedig bizonyított,
és Európában az összes országban engedélyezett. Indiában ezzel gyógyították meg az embereket. Csak olvassatok utána az interneten, rengeteg információ van erről, hogy az ivermektin, amit 30-40 évvel ezelőtt, én úgy tudom, hogy a japán dokik találtak föl, lóversenyeknek a drága lovainak a gyógyítására. Ez egy nagyon összetett hatású szer, ami bakteriális, vírusos és egyéb parazitás betegségeket írt ki a szervezetből pillanatok alatt. Anélkül, hogy nagyon komoly mellékhatása lenne, én úgy tudom, hogy a májgyengék és a májbetegeknek kell jobban odafigyelni magukra, amikor ezt beszedik. Azon kívül mellékhatása nincs. Nyilván azért a máj, mert az is a méregtelenítéssel foglalkozik, tehát itt van az összefüggés. És a mai napig ez le van tiltva, engem meggyógyított. Megint érdekes módon egy év múlva ezek az ízületi tünetek előjöttek, ugyanott a vállam, meg a térdem, meg mindenem. És én nagyon javaslom, én most összejöttem egy új kolléganővel, aki belépett hozzánk, és ő pitpank kivonatot gyárt otthon, erdélyi származású egyébként a hölgy is, és hozott be nekem, és most azt szedegetem, mert ezeket a tüneteket szépen kivezeti és eltünteti. Úgyhogy én úgy tudom, hogy a Tamasi doktorék is ezt használják, a Horkovics doktor úr is ezt használja, tehát felfedezték, hogy ennek a gyermekláncfűnek népi nevén, amit évekig azt mondták, hogy mérgező, hozzá ne nyúljunk, ez a fehér folyadék, ami kijön belőle, ez rögtön elpusztít minket, ami nem igaz. Most ez megint egy olyan téves információ, mint a parlagfű esetében is, hogy az is egy univerzális gyógyfű, és írtatják velünk. Tehát forduljatok a természetgyógyászat fele, ez a biológia, illetve a molekulális gyógyászat, ez egyedül arra jó, hogyha válsághelyzetben van a szervezet, ez egy radikális segítséget nyújt, még a mellékhatásai ellenére is ajánlom olyankor, de folyamatosan szedni szerintem őrültség, mert akkor a mellékhatások uralják el a szervezetedet, igenis a gyógynövényeket kell használni, mert azok teljesen mellékhatás nélkül, és vannak erről nagyon jó tanulmányok, hogy melyik gyógynövény, melyik kell, hogyan lehet keverni, mert azt se lehet ész nélkül összekeverve szedni. Hát én ennyit szerettem volna mondani, ha ez elég nektek, de szerintem én mindig tanácsokat adok mindenkinek. Sziasztok! De különben Bognár Tibor voltam a jogállamértezésület. Köszönöm. Sziasztok! Én csak egy pár mondatot szeretnék hozzáfűzni, hogy ebből az említett ivermektinből én rendeltem 2x5 dobozzal valakitől, akinek megkapta az elérhetőségét. Na most tavaly évben, nyáron, ezt megszólalt a telefonom egyik ismeretlen számról, felvettem, a rendőrségről kerestem, behívtak, de nagyon kedves volt még a telefonon az úr. Egy szóval nem volt arról szó, hogy pontosan miért. Azt mondta, hogy valamilyen gyógyszer hamisítással kapcsolatban gondoltam, hogy miről van szó. Elmentem ügyvéd nélkül, mert hogy nem említették, hogy miről lesz szó. És gyógyszer hamisítás vádjával tulajdonképpen kihallgattak, új lenyomatot vettek, fotóztak, úgyhogy azóta sincs egyébként semmi, de nem én vagyok az egyedüli, állítólag valami 900 ember hallgattak ki. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is megérné azért valamit előre lépni. Ezt szerettem volna mondani. Még valaki a gyertek? Idő, mint a tenger. Én nem készültem, de reggel a kezembe akadt egy könyv, és egy pár mondatot szeretnék talán elolvasni belőle, ami talán ehhez a tárgyaláshoz és ehhez a helyzethez is kapcsolódik. A kedvencem, de megjósolta, hogy mi történik a világban és mi fog történni a WHO-val kapcsolatban, meg a tárgyaláshoz kapcsolódóan is. Juan Noah Harari, 21 lecke,
a 21. századra, a Sapiens és a Homo Deus szerzőjétől. Tehát nem az én gondolataim, de ő ezt előre vetítette, és itt tartunk most. A hatalom fekete lyuka, ennek a résznek ez a címe, és itt kinyitottam. A csoportgondolkodás és az egyéni tudatlanság problémája nem csak az egyszeri szavazót és vásárlót érinti, hanem elnököket és vezérigazgatókat is. Tanácsadók és óriási hírszerző szolgálatok állnak a rendelkezésükre, ez azonban nem feltétlenül javít a dolgon, mármint szerintem az ő dolgukon, gondolja Harari. Rendkívül nehéz felfedezni az igazságot annak, aki a világot uralja. Túlságosan elfoglalt hozzá. A legtöbb politikai főnök és üzleti mogul állandóan rohan valahová. Márpedig, ha valaki el akar mélyedni akármilyen tárgyban, ahhoz idő szükséges, ami manapság szinte kiváltságnak tekinthető. Eredménytelen utakkal kell kísérletezni, zsákutcákat felfedezni, teret hagyni a kétségnek és az unalomnak, és hagyni, hogy a felfedezések magvai lassan kikeljenek, és virágba boruljanak. Akinek nincs, idézőjelbe, vesztegetni való, idézőjel bezárva ideje, az sosem talál rá az igazságra. Mindjárt vége. Ennél is rosszabb, hogy a nagy hatalom elkerülhetetlenül eltorzítja az igazságot. Ebben az épületben most ez történik. A hatalom sokkal inkább a valóság megváltoztatásáról, mint az átlátásáról szól. Akinek nincs kalapácsa, milyen érdekes, mindent szögnek néz. Akinek pedig hatalma, az mindent olyasminek lát, amibe bele kell szólnia. Még ha le is küzdi valahogy ezt az ingert, a körülötte lévők sosem feledkeznek meg a nagy kalapácsról, amit a kezében szorongat. Akárki beszél vele, az valamilyen tudatos vagy öntudatlan hátsó szándékkal teszi ezt, így sosem bízhat meg teljesen abban, amit az illető mond. Egyetlen szultán sem bízhat benne, hogy udvaroncai és alattvalói az igazat mondják neki. Ehhez még talán azt tenném hozzá, hogy ugye merénylet történt Ficó ellen, azt hiszem egy héttel ezelőtt. Lelőtték, életben van. A szombaton, ha jól emlékszem, éjszaka vagy este az iráni miniszterelnök, illetve külügyminiszter és még két nagy fő méltóságú ember ellen követtek el merényletet. Szerintem igen, tehát nem az időjárási viszonyok és a rossz terep volt a probléma és a helikopter meghibásodása. Tehát tulajdonképpen ezek a történések mind egyenes irányba vezetnek. Tehát azok a hatalmon levők, azok az emberek, és állítja Harari, nem én, akik nem veszik észre, hogy a hatalom nem igazán jó irányba megy, és nem az igazságot szolgálja, nem az emberek érdekében történik az, ami történik. És ugye politikusaink is pont ezt próbálják előrevetíteni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ezért május 10-én, szerintem igen, mert a madarak ezt csinipelik talán, május 10-én tehát Súlyog László köztársasági elnök elfasszolta a WHO pandémia egyezményét, már hogy Magyarország belépne, illetve csatlakozna ehhez az egyezményhez. Novák Katalin előző évben, mikor köztársasági elnök volt, tehát 2023. szeptember 22-én a politikai részét írta alá, az egészségügyi december 1-én. Én írtam 8 minisztériumnak előző év novemberében, és írtam Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is,
hogy ne írják alá az egészségügyi egyezmény részét december 1-én, illetve hát nem is írt alá Novák Katalin, nem ment el, nem tett kifogást, de ez a jogrend szerint azt jelentette, hogy ő elfogadta, már hogy a magyar kormány ebbe beleegyezett. Mindegyik minisztertől, vagy minisztériumtól, bocsánat, Orbán Viktor miniszterelnöktől azt a választ kaptam, ugye nem találtam most sajnos a leveleket, kerestem reggel, hogy kormányrendet, egészségügy, nem tudom milyen rendeletek alapján a magyar kormány ezt el fogja fogadni, mert a WHO egyezmény, ami most van készülve, ma kezdték el, úgy tudom, Genben ezt az ülést a 194 európai tagállam részvételével, Magyarország részvételével, 27-én fognak dönteni a pandémia egyezményről. És ugye ez június 1-ig tart, ha jól tudom, Genben. Mindegy, elakadtam. Tehát kérdéses, hogy a magyar kormány, illetve nem kérdéses, hogy a magyar kormány hogy fog dönteni ezzel kapcsolatban. Várom a nemzetközi segítséget, várom az orvosok segítségét, várom Tamasi József által létrehozott magyar orvosi karba, hogy lépjenek be orvosok, akik úgy gondolják, hogy amit idáig tettek, hogy beoltottak embereket nagyon sok pénzért, és propagálták óriás plakátokon, hogy azok végre azt mondják, hogy ha jön a következő oltás trend, pandémia veszély, hogy sok pénzért nem fognak ebbe beleállni, mert igenis van az a pénz, amit Erzsi is mondott, hogy ezek az orvosok eladják a lelküket, eladták a lelküket, és a hipokratészi eskült az emberek jólétét semmibe veszik, és hogyha látja az emberi szenvedést, nem hagyja meg. Még egy mondatot mondanék talán a kötelező gyerekoltással kapcsolatban szintén. Tegnap megnéztem egy riportot, a Bukovinszky Gergely fölrakta a YouTube-ra, dr. Mihalik Angélika és dr. Pál Szántó Erzsébet riportja. Ez a második része ennek a kötelező gyerekoltás mizériának. És remélem jól mondom, de ez a Covid oltással kapcsolatban is igaz. Van egy 2007-es alkotmány bírósági rendelet, vagy ítélet, vagy törvény, talán pontosan nem tudom, ami azt mondja, hogy az oltások, vagy az oltás, az invazív oltások beadása veszélyeztethetik az embereket, rokkantságot, sőt még halált is okozhat. De ugyanakkor van egy jog értelmezési zavar, amit Mihalik Angélika majd be fog majd most talán terjeszteni, vagy ebben tesz majd lépéseket, hogy az alkotmány bíróság ezzel kapcsolatban nem teszi egyértelművé, hogy ha ez így van, akkor az embernek joga van a saját teste felett az önrendelkezéséhez, joga van, hogy esetleg megvédje a gyerekét, illetve joga van a megfelelő élethez, magyarul, hogy életben maradjon. És ez szerintem igaz a Covid oltásokra is, bár én úgy tudom, én nem vettem fel az oltást, hogy az emberek aláírták, hogy beleegyeznek abba, hogy beoltassák, kényszer hatása alatt önként kötelezővé tették az oltásokat. És nem világosították fel se a kötelező gyerekoltásoknál, se a Covid oltásoknál a várható mellékhatásokra. Tehát amíg ez nem történik meg, nem történt meg, addig ezek a szerződések szerintem, vagy aláírások az emberek által, hogy ők önként vállalták ezt az oltást, hogy belerakják a szervezetükbe, ez semmis. Tehát ezeket kéne feloldani. És én egy kicsi szomorú vagyok, még ezt elmondom utoljára, aztán átadom valakinek a szót, hogy Magyarország, és Szőke Máriát intézem, az egyetlen olyan ország a világon, amelyik nem lép fel jogilag
egy jogász csapat, hol vannak a jogászok, hol vannak az ügyvédek, ne a beoltottakat agyusztáljuk, hogy miért nem állnak fel, miért nem szólalnak fel, miért nem tűnnek ki. Igenis, el kell indítani ezeket a fereket. Mihalik Angélikáik elindították, az hiszen ezért január 15-én kezdték el, bár nem sokat tudok róla, és az ő csapata. Tehát COVID-sérültek kártalanítással vagy kártérítésével kapcsolatban, és ezeket az okokat tüntetik fel. De kérek orvosokat Magyarországon, jogászokat, akik kiállnak ezek mellett, az emberek mellett, mert ezek az emberek, ezek a gyerekek el vannak hagyva. A gyerekek elvesztették a szüleiket. A gyerekek, nézzük meg, mi van az iskolákban. Mi ez az iskolai erőszak? Azt mondjuk, hogy a gyerek tehet róla, hogy halállistát ír. Ki védi meg a gyerekeinket az oltásról, az iskolai erőszakról, vagy erőszaktól? Amikor a szülő elmondja, hogy bántják a gyerekét, csúfolják, mit mond az iskola igazgató? Mit mond az iskola pedagógus, az osztályfőnök? Á, hát ő nem tud erről, kivizsgálta az igazgató, mindegy, hogy miről beszélünk. Ezeket a gyerekeket nem védik meg. Ezeket a gyerekeket, valamelyiket ugye beoltották kötelező gyerekoltással, vagy COVID-oltással. A felnőttek tehetnek arról, hogy ezek a gyerekek iskolai erőszakot követnek el. Én azt mondom, a Bőnyi kislány ott van, mi lesz a sorsa? Hányszor mondta, hogy baj van? Hányszor mondta az anyuka, hogy a férje veri? Előtte való nap jelentette fel a rendőrségen, nem tudott az iskolában levő pszichológus, osztályfőnök, senki. A gyerekek csúfolták ezt a Bőnyi kislányt, ugye tudunk róla. És azt mondjuk, hogy a kislány tehet volna, és őt zárjuk be. Igen, mi vagyunk, a felnőttek vagyunk a felelősek azért, hogy ma mi történik a gyerekeinkkel. A mai napig oltanak a Helyi Pál gyerekkórházban Modernával. Nyílt napokat tartanak, persze nem kötelezően, de be lehet menni, megkérdeztem. Befelelő orvosi vizsgálat után természetesen az új orvos úgy dönt, de úgy fog dönteni. Más kórházban is oltanak, Sputnik és aztán AstraZeneca kivételével felnőtteket. Bizonyos kórházakban, bizonyos napokon belehetsz és beoltathatod magad. Tehát a mai napig megy ez a biznisz. A mai napig rendeljük meg ezeket a oltóanyagokat, ugye nem oltóanyagok, nagyjából tudjuk, és az mRNA-s bele fogják rakni a gyerekoltásokba. Mindenki tudja. Tehát én nagyon javaslom, hogy nézzétek meg Bukovinszky Gergely YouTube anyagát, mind a kettőt, ugye tegnap adta fel a másodikat. Fantasztikus, és kapcsolódik a mi témánkhoz. Köszönöm szépen! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, és üdvözlöm itt ezeket a bírókat, akik ülnek, és éppen azt az embert akarják elítélni, aki a lehetőségeihez képest a legtöbbet tett volna meg értünk. Tehát ezek a bírók, én nem tudom, hogy milyen alapon döntenek, mi voltunk az Alkotmánybíróság előtt is tüntetni. Én ott is elmondtam nekik, hogy nem vagytok istenek. Értitek ott fent? Halljátok? Nem vagytok istenek, és nem dönthettek az embereknek a sorsa felett. És nem ítélhetitek el azokat, akik a saját önrendelkezésükkel akartak, és akarnak élni a későbbiekben is. Nincs hozzá jogotok. Civilként, amit lehetett, elkövettünk az oltáskényszer ideje alatt, panaszt írtunk a ombudsmannak, alkotmánybírósági panaszt adtunk be a kényszeroltások ellen, amit természetesen visszadobtak. Az alkotmánybíróságin egy fél évig ültek, mert azzal nem nagyon bírtak mit kezdeni, mert a pozitív diszkrimináció mentén próbáltuk megfogni, meg hát az önrendelkezési jog, és ugye hol volt itt a tájékozott beleegyezés, sehol. És aztán a másik, ami nagyon nem érthető, hogy ezek a bírók milyen alapon dönthetik ők el azt, hogy azt kell elítélni, aki gyógyította az embereket. Egy bírónak nincsenek tudományos ismeretei, könyörgöm. Tehát ő csak jogilag dönthet. Na most, amit megpróbáltak nagyon érvényre juttatni, az az elf, hogy
vélhetően megalapozott valami, és most már a kúriának is van egy határozata erről, hogy ezeknek a hatóságoknak, államnak, mindegy akárkinek, rendőrségnek, bárkinek, bíróságnak is nem kell tényállítás, hanem ha valami szerinte vélhetően megalapozott, akkor az úgy van, és akkor azt lehet bizonyítani. És akkor aki emberek és gyerekek életét próbálta menteni, azt el kell ítélni ilyen mindenféle kamu, meg hamis vádak alapján, de leginkább a globalista narratíva alapján, amit kötelezővé tettek mindenkire. És ugye ügyvédek, újságírók mindig kérdeztük, hogy miért nem segítenek. Hát azért nem segítenek, mert belettek fenyítve. Tehát ez a világrend, ez az új globalista világrend, ez ezen az alapon működik, hogy hogyan tudjuk megfenyíteni a másik embert, hogyan tudjuk ezt halálra ijeszteni az egyik felét, majd befenyíteni a másik felét, hogy semmit ne tegyen, ne merjen szólni, mert akkor büntethető, mert vélhetően megalapozottan ő követi el a rémhírterjesztéstől kezdve a nem tudom micsodáig mindenfélét. Tehát pillanatilag egy nagyon kegyetlen és nagyon embertelen új világrend kialakításának a kezdetét éljük át, mert még a közepén sem tartunk, nem akarok elkeseríteni senkit, de a java az még csak most fog a nyakunkba zúdulni, és ennek az egésznek az a lényege, hogy az igazságokat a fonákára fordítják. Ugye kezdjük ott, hogy védőoltás, hát aki egy kicsit is utána keresgélt, kivéve a drágalátos bíróurakat, kár, hogy nem hallják, amit még mondunk lent, csak annyit kellett volna megkeressenek, hogy a vírusnak mi a fogalma, egyáltalán mik a vírusok, meg mi a védőoltás fogalma, ez már valamilyen szinten egy jogi fogalom, de hát ők erre se vették a fáradtságot. Mert ugyanis akkor beszélünk védőoltásról, hogyha az anyag, az leginkább egy legyenkített kórokozó, de legyen bármi, amit ha beadnak az embereknek, akkor azt a vírust vagy kórokozót nem fogja elkapni, tehát meg se tudja fertőzni. Ezek a mRNA-s típusú vakcinák, ezek egész egyszerűen csak géntechnológiai fegyverek, tehát inkább biofegyver, mint hogy oltás lenne, tehát védeni semmiképpen nem véd meg, tudjuk jól, a vírus az ugyanúgy tovább fertőzött röhögve mindenkit. Ezt tudniuk kellene a bíróknak is, de hát ugye akinek ki van adva a parancs, az engedelmeskedni fog neki, és akkor aztán arra nem gondol, hogy ez viszont emberek életébe kerül, és gyerekek életébe is kerül. Aztán a másik itt a kifordított igazságok, ugye Harari itt előttem az Évike a Hararinak a könyvéből beszélt, hát ez a Harari, ez a globalistáknak a filozófusa, tehát ezt az egész új világrendes propagandát, ezt a Harari állította össze, és ő bizony közölte, hogy nehogy már azt higgyük, hogy nekünk emberi jogaink vannak, mert az csak egy fikció, sőt azt is oda tette, hogy ezt mi magunk írtuk meg nektek, és hát most látjuk, hogy visszavonják. Tehát ez az egész arról szól, hogy ha nem engedelmeskedsz, akkor meghalsz. Az egyéni szinten is, és most már látjuk, hogy az államok szintjén is, tehát itt semmi más nem történik, mint felszámolják az önrendelkezésünket, azért, hogy ők egy nagy újraindítást, egy Great Resetnek nevezett valamit tudjanak beindítani, ami egyrészt az ő érdekük, másrészt elmebeteg pszichopata emberekről beszélhetünk, akik a világurainak képzelik magukat, és mivel a vallási hódításnak már vége, tehát az most már elég sok az ateista, most azt látjuk, hogy ezek az emberek, ezek le akarják magukat cserélni az istenekkel. Tehát az egésznek a lényege a félelem, ugye féljük az Isten, mert ha valami rosszat csinálunk, akkor az lesújt és megbüntet, és most becserélik magukat a régi istenekre, és hogyha valami rosszat csinálunk, akkor ők fognak ránk lesújtani, és ők fognak minket megbüntetni. Eluralkodott a gonoszság a Földön, és ezeknek az embereknek köszönhető. Több válságot indítanak el egyszerre, és nem csak a WHO pandémiás szerződése ellen kellene küzdjünk. Egyébként a WHO egy terrorista szervezet, tehát teljes egészében az elnyomásra alapozott az egész,
ráadásul a megalapítása is kétséges volt, tehát nagyon úgy néz ki, hogy ez egy illegitim valami, és mi ezért adtunk be egy közérdekű panaszt, mert Szijjártó magát Tedros barátjának nevezte, és most rögtön kifogásoltuk, hogy na bocsika, egy illegitim terrorista szervezet terrorista vezetőjének a barátja a magyar külügyminiszter. Ugyanis Tedros saját hazájába, Etiópiába népirtás miatt üldözték, feljelentették, hát kiirtott a saját népét, és itt is voltak benne oltások. Mindennek a részletei fent voltak a Wikipédán, majd amikor beadtuk a közérdekű panaszt, egy olyan durván 10 napra rá, hogy Wikipédiából, meg mindenhonnan, mindent eltüntettek Tedros terrorista múltjáról, hogy még nyoma se maradjon. Úgyhogy mindent elkövetnek, hogy ne tudjunk ellenük tenni semmit, de figyelmeztetek mindenkit, hogy a hallgatás beleegyezés. Tehát ez is egy új szabály lesz, hogy a hallgatás az beleegyezés, az igazságokat az ki kell fordítani a fönákára, és aki nem engedelmeskedik, az meghal. És ezt most már, az önrendelkezési jogot, most már az államok szintjén is szüntetik meg. Tehát a nemzetállamiság, a nemzeti öntudat, az már büntetendő dolog. Hát egy kicsit más vagy, egy kicsit máshogy gondolod, mint a globalista propaganda, abban a pillanatban büntethető vagy. Csak hogy megint vissza ezekre a válságokra, tehát több válságot indítottak el egyszerre, és ezek a válságok most kezdenek meg beérni. Tehát ahhoz, hogy át tudják venni ezek a pszichopaták az egész föld felett a hatalmat, az első lépésnek a kamu Covid járványnak kellett lennie. Azért, hogy a félelmet elültessék bennünk, és azért, hogy engedelmességre szoktassanak. Ugye hozzá kellett az embereket ahhoz szoktatni, hogy büntethető, ha a propagandát tagadja, és otthon kellett ülni, és erre rá lehetett mindenkit kényszeríteni, és azt nézték, azt lesték, hogy mekkora az ellenállás, és lássuk be, hogy elbuktunk. Tehát úgy néz ki, hogy emberiség szintjén elbuktunk, mert sehol nem tudtak akkora ellenállást felmutatni, hogy ezt ott és akkor leállíthattuk volna. Most utólag világszerte elindultak a perek, de már emberek milliárdjai vannak beoltva, és nem tudjuk, hogy ebből hányan fognak meghalni. Csak bele kell néha olvasgatni a Világgazdasági Fórumnak a weboldalába, meg az ENSZ-nek a oldalára, meg Unió oldalaira felmenni, és akkor ott már látjuk, hogy ezek mit akarnak elérni. Egy teljesen új engedelmességi alapú világrend, amit ki szeretnének itt alakítani fölöttünk. Az államok szintjén ez most úgy nyilvánul meg, hogy biztos mindenki észrevette, hogy hol egyik vezető ellen, hol a másik vezető ellen történik valami merénylet. Itt ugye nem Ficóval kezdődött, hanem voltak már ilyenek hamarabb is, ugye amikor a lengyel kormánynak a repülőgépe annak idején lezuhant, aztán az araboknál öltek meg egy vallási vezetőt, és akkor így vehetünk szépen sorba. Most a Ficó elleni merénylet az amiatt történt, mert egyrészt a Ukrajnának a támogatását megtagadta, másrészt ezt a WHO pandémiás szerződéssel nagyon akarta aláírni, tehát ellenállt a globalistáknak. Most két nappal ezelőtt lezuhant az iráni elnöknek a helikoptere, amit nem lelőttek, mert nem olyan hülyék, mert azt ugye észre lehetett volna venni, hogy repül egy rakéta, teljesen mindegy, a radarfelvételeken látszott volna, hanem nagyon egyszerűen megoldották, ugyanúgy, hogy Frogozint is kicsinálták, megölték. Nagy valószínűséggel megbuherálták a helikoptert, hogy olyan üzemanyagot tettek bele, hogy az lezuhanjon, és szándékos volt, és valahol valakinek a keze benne volt, és nagyon nagy valószínűséggel a CIA-hez, az USA-hoz vezethető, mert mindig kinek az érdeke, és nekik az érdeke, mert az irániak is ellenállnak ennek a globális őrületnek, ennek az egész propagandának, amit most ellenünk indítottak. A következő áldozat az elképzelhető, hogy a mi saját miniszterelnökünk Orbán Viktor lesz, még úgy is, hogy még akkor is, hogyha nem áll ellen annyira, mint kellene, mert a gyerekvédelmi törvény az nagyon zavarja az uniónak a bügyét, és az unió mögött álló globalistáknak a bügyét is. Ugye tudjuk, hogy egy ilyen LMBT-s nyilatkozatot épp most fogadott el a
Európai Unió, tehát egy kisebbségnek az akaratát csömöszölik le erőszakkal mindig a többségnek a torkán, oda tesznek egy propagandát, amit ha tagadsz, akkor téged azért megbüntetnek. Visszájára van minden fordítva, teljesen a visszájára. Tehát úgy néz ki, hogy a magyar miniszterelnök lesz a következő áldozat, és itt most lesznek különböző tüntetések és felvonulások, és látjuk, hogy mindenhol el akarják takarítani most már ezeket az embereket, akik útban vannak, hogy nehogy a saját nemzeti önrendelkezésükkel élni tudjanak. Hát megfenyegették most már Lengyelországba Tuskot is, de megfenyegették Szerbiában Vučićot, és nagyon sok jobboldali pártnak a tagja kapott szintén életveszélyes fenyegetéseket. Tehát nekünk annyi a dolgunk és a feladatunk, hogy nem szabad feladni. Tehát mindenféleképpen kell lenni egy kis maradék magnak, aki igenis kimondja az igazságot, és igenis tartjuk a fáklyát, és a sötétségbe világítunk, és egy kis picike fáklya, ha csak világít, pislákol, akkor világítson is, pislákoljon, mert mi leszünk az a maradék ember, akik azt az igazi új világrendet majd oda tudják tenni, ahol nem az őrültek igazgatják a világot, és ahol valóban van önrendelkezésünk. És ahol nem tudják ezt velünk többet megcsinálni. Köszönöm szépen, visszaadom a szót Erzsikének, mert látom, hogy itt nagyon vár. Hírek van a tárgyalóteremből, és ezt szeretném megosztani veletek. Katinka kijött, szünetet rendeltek el, és elmondta a jelenlegi helyzetet. Az ügyész megtartotta a vádbeszédét, és már visszavett az 1 és 5 év, hogy letöltendő, vagy felfüggesztett jelen pillanatban, mindegy, de ez nem hiányzik se a Józsinak, sem az egész ügynek. Most a bírót arra biztatja, hogy pénzbírságra, jelentős pénzbírságra büntesse meg a doktorurat. Most következik a védőbeszéd. Tehát előbb az ügyvédről jött ki kávét inni, mert szerintem már nagyon lefáradt, és meg tudom érteni, mert a tárgyalóteremnek van egy különleges légköre. Én járom a tárgyalótermeket, devizás ügyeket veszek föl, itt a Jogállamért Egyesülettel, mert ide szoktuk ezt csinálni az országba, úgyhogy utána én kész fulla vagyok. Egy bírósági jelenlét után. Tehát most megvárjuk azt, hogy vége lesz-e, ma lesz-e ítélethirdetés, belefér, hogy lesz, de nem biztos. Tehát lehet, hogy még lesz egy menetünk. Szurkolunk a doktor úrnak, mert azt nem érdemli, ezt a megpucoltatást, amit az elmúlt időszakban vele az orvosi kamara és hatóságok csináltak, ezt nem érdemli. Ő kiállt értünk, kockáztatott mindent. Szó szerint azt mondom, hogy mindent, még az életét is. A praxisát, mindent. És napi 24,5 órába csinálja az ügyeket. Nem csak a rendelés, az egyesületnek az ügyeit, a szervezést. Nem tudom, hogy honnan veszi az energiát, hogy Katinka biztos, hogy tol neki. Egy-kettőt, az Hódzi Hermet, ezt másképp nem lehetne bírni. De Katinka egy tünemény a felesége, úgyhogy ő kormányítás neki. Tehát megvárjuk, hogy meddig fog ezt tartani, és akkor a továbbiakat. Addig pedig a Józsi által összeállított anyagból szeretnék felolvasni nektek, amit ő a rémhírterjesztés kapcsán a saját védelmében írt. Nem tartani a mikrofont is, meg ezt a dossziét is, jól, de jó lenne. Tibike, ezért még nagyon kipasz. Mert hogy nem hozott mikrofon elvánt. Jött hangosítani, és ezt elfelejtette. És ez kiderült úgy reggel tájékán, vagyis tegnap este, de hát már nem ment haza. Mindegy, akkor is nagyfa mikrofonelés lesz. Csak egyszer kerülj a kezel közé. Tehát Józsi által a kérdés. Kösz, nem gondoltam komolyan. Nem szoktam. Tehát József fölteszi azt a kérdést, hogy rémhíreknek az számít-e, ha beszélünk az állami narratíva tévedéseiről, hazugságairól és csúsztatásairól,
és szeretnénk megmenteni az embereket a súlyos sérülésektől és a haláltól, vagy az, ha tudományosan teljesen megalapozatlan, eltúlzott járványra hivatkozó szólamokkal, félelem generálásával kényszerítünk. Tehát ott tartottam, hogy félelem generálásával kényszerítik az emberek ismeretlen összetételű géninjekciókkal történő beoltását, felelősséget pedig nem vállalnak a beugratott emberek sérüléseiért. Magyarországon csendesen olyan jogszabályokat és olyan orvos etikai szabályokat hoztak, amelynek értelmében ismeretlen, manipulált, hamisított adatokra hivatkozva a szabad véleménynyilvánítást és az orvosi önállóságot korlátozták. Picit, ha arrébb bennétek, nagyon bezavar. Ági, köszi. Különösen problémás az akkor, amikor orvosi témában az orvos lelkiismereti és szakmai meggyőződésének korlátozását akarják erőszakkal érvényesíteni, lehetetlenné téve azt, hogy az orvos szakmai és lelkiismereti meggyőződése alapján más embereket informálni tudjon az általa ismert legjobb egészségvédelemről, vagy nemet mondjon központi a legjobb lelkiismeretével és szakmai meggyőződésével ellentétes parancsokra. A járványügyi, egészségügyi hatóság nem veheti át az irányítást az orvosi tevékenység felett, mondva csinált járványok ürügyével, amelyet egy gittegylet szervezet, WHO, hirdet meg. A jog az alapvető emberi szabadságjogok sérelme nélkül nem korlátozhatja a szabad orvosi véleménynyilvánítást, a szabad orvosszakmai vitát. Összeegyeztethetetlen, többbe vált és ma is érvényes nemzetközi szerződéssel és az alaptörvénnyel. Az én védekezésem a következő, Kériászki Józsi. A 3 év alatt bekövetkezett eseményeket figyelve a következő meggyőződésem, véleményem alakult ki, mint orvosnak. Magyarországon a bekövetkezett események, intézkedések mögött súlyos nemzetközi bűncselekmények, visszaélések, csúsztatások történtek, amelyek veszélyeztetik a magyar emberek, gyerekeink, utódaink életét. Ez számtalan hitelt érdemlő közlemény, dokumentum igazolja. Megfogalmaztam azokat az állításokat, lásd alább, ezeket képes vagyok igazolni, amelyek ismerete megmentheti emberek életét és egészségét. Ezeket az állításokat kellett, hogy elmondjam videóimban, hogy minél több embernek segítsek. Ha a szándékom az, hogy megmentsek embereket, akkor még az ennél kisebb vétség, jogszabálysértés is jelentéktelenné kell váljon, a jelenleg érvényes jogszabályok alapján, tudomásom szerint ez kritériumot jogszabályok adják. Az emberi jogokat nem írhatják felül. A közegészségügyi válsághelyzetre való intézkedések nem írhatják felül az emberi méltósághoz, önrendelkezéshez való jogot és az alapvető szabadságjogokat. Népek és tagállamok önrendelkezéséhez való joga, ENSZ alapokmánya, plusz polgári és politikai jogok nemzetközi egyesség okmánya, az ICCPR, International Convent on Civil and Political Rights 1966, 7-es cikkely. Magyarország csatlakozott ehhez az egyezményhez 1969. március 25-én, ratifikálta az egyezményt 1974. január 17-én, és 1976. március 23-a óta hatályban van. A törvényerejű rendelet 53. cikke így rendelkezik. Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1976. évi március 23. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni.
A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a kormány gondoskodik. Hetes cikkely. Különösen tilos bárkit szabad hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletnek alávetni. Ilyenek a Covid-oltások, kísérleti szerek, hiszen ezt dr. Szlávik János, a Délpesti Kórház infektológusa elmondta a tévében egy nyilatkozata kapcsán. Tehát még egyszer. Ilyenek a Covid-oltások, kísérleti szerek, ismeretlen összetétellel, ismeretlen hatással és mellékhatásokkal, amelyeket semmilyen kényszerrel vagy pszichés manipulációval sem lehetne emberekbe erőltetni. Az aláíratott papír nem jelent tájékoztatást, nem tisztázza, hogy tudományos kísérletről van szó, nem védőoltás, hanem géninjekció, mely génmanipulációra alkalmas. Nincs semmilyen információ, hogy milyen hatásai és mellékhatásai vannak, benne milyen hatóanyagok és segédanyagok vannak, amelyek esetleg az egészségi állapotot kockáztatják. Az orvos sincs tisztában azzal, hogy mit ad be. Ez ellen nem csak joga, hanem kötelessége mindenkinek felszólalni, aki ezt érti. A jog nem azért van, hogy csökkentse az ember szabadságát és önrendelkezését. Jelenleg ez folyik, és ezért szólaltam fel minden létező fórumon az emberi jogok csorbítása ellen. A magyar egészségügyi, a WHO irányelveit gondolkodás, kritika, véleményütköztetés nélkül követi, amelyet a WHO-val aláírt nemzetközi szerződés és a WHO által létrehozott eljárási rend betonoz be. Nem volt orvosilag valós. A világot veszélyeztető járvány nem volt súlyos, önálló megbetegedés, az emberek egymásra nem jelentettek veszélyt, de a WHO irányelvek hamisan az ellenkezőjét állították. Nincs olyan önálló kórkép, hogy COVID-19. A COVID-betegség kórképét nem igazolták hitelt érdemlően, hogy az miben különbözik bármi más hasonló kórképtől, például az influenzától, náthától, tüdőgyulladástól, bármilyen más légúti gyulladástól. Azonos tüneteket sok más hatással létre lehet hozni, a tüneteket jelentősen befolyásolni lehet, akár rádiófrekvenciával, amiben az 5G is beletartozik. A kórokozót a SARS-CoV-2 számítógépben találták fel. Fizikálisan sehol nem tudják felmutatni, mesterségesen hozták létre DNS replikáció révén, és a járvány pedig úgy hirdették ki, hogy annak semmilyen a világ népességét veszélyeztető hatásáról valós igazolása nem volt. Nincsen ok-okozati összefüggés kétséget kizáróan igazolva a tünetek, kórkép, kórokozó között. A pandémia kihirdetője és alkotója a WHO volt, hibát hibára halmozott, a járvány menedzselésében megbukott. A WHO-t semmilyen szakmai testület nem ellenőrzi, a magyar kormány sem gyakorolt egyetlen kritikát sem, a tisztségviselőit nem demokratikusan és nem szakmai alapon választják, és a gyógyszergyártó cégek és alapítványaik finanszírozása révén azok közvetlen befolyása alatt áll. A WHO nem független, nem demokratikus, viszont minden kontroll nélküli, de az országokkal kötött nemzetközi szerződései révén egyre inkább képes akaratát az országok politikai vezetésére rákényszeríteni. A WHO szakmai diktálmánya egy felelősen gondolkodó orvos számára elfogadhatatlan. A WHO az utóbbi néhány évtizedben szándékosan megváltoztatta a pandémia meghatározását, és olyan kritériumokat szabott, amely révén bármikor, bárhol, akár valós ok nélkül is pandémiát kiálthatnak, és be tudják indítani a világ járványügyi hatóságait, később pedig saját járványügyi rendszerét. Ez van most folyamatban. A generált, kumulált, még a WHO-ról lesz szó, hogy külön fejezetben. A generált, kumulált COVID-betegek száma hamis.
A COVID betegek számát mesterségesen, úgynevezett PCR-tesztek segítségével generálták. A PCR-tesztelés alkalmatlan a COVID-diagnózis felállítására, mint COVID-diagnosztika megbukott. Mégis ennek igénybevételével generálták a horribilis számokat a világban, és azt úgy számolták, hogy mindig hozzáadták a valaha létezett legtöbbhöz, így egyre nagyobb horribilis számokat hoztak létre. Ez nem szokásos, nem mutat semmi valós helyzetet. A valós légúti betegek aránya 3-8% lehetett, amelyben nem bizonyított, hogy mennyi a koronavírus szerepe, miközben az influenzát eltüntették a statisztikából. Mikor volt utoljára influenza járvány Magyarországon? Emlékszünk még rá? Régen. De biztos, hogy több mint 4 éve. Most úgy... Szóval eltüntett. A járványügyi intézkedések és jogszabályaik nem valós tudományos tényekre épültek, teljesen önkényesek, a járványt megfékezni nem képes eljárások. Minden intézkedést egyenként komoly tényszerű kritika alá tudok vetni. Maga a COVID-járvány annyira alacsony veszélyességgel rendelkezett, hogy ez legfeljebb az influenzához hasonlítható, de még attól is elmaradt. A különböző publikációkban a COVID mint önállóan számon tartott betegség veszélyességét az 1% töredékére tetszik. Vannak például skóciai hivatalos adatokra épített közlemények, ahol 0,007% körüli a járvány veszélyessége. Ez azt jelenti, hogy egy Magyarország méretű országban magában a COVID legfeljebb 700 embert érinthetett egy évben halálosan, már ha létezik a COVID. Nem csupán lehetséges, de köteles felszólalni minden józanul és felelősen gondolkodó orvos ezek ellen. Hányan is vannak ilyenek Magyarországon? 4-et biztosan tudunk, még talán egy párat, akik olyan nagy nyilvánosság elé nem mentek, de azért azt vallják, amit ez a 4 orvos. Cél volt a lakosság extrém félelmének generálása. Médiák diktálták a hamis tényeket, hamis képek, videók, hírek, a hamis állítások, értelmetlen szólamok, rendkívül gyakori ismételgetése, hogy azok bevésődjenek az emberek agyába. Ez nem a tudomány. Vagyis ők terjesztették a rémhírt. Emlékeztek még minden hírekben? Mivel kezdődött a hírek? Aznap hány COVID halálozás volt? Már megint emelkedett. Már a szennyvízből is kimutatták megint. Hogy hogyan, amikor még senki nem látta. A lakosság megfélemlítésébe az orvostársadalom szolgaként beállt. Nem fogadták a betegeket, majd később csak igazolvánnyal, majd később csak oltással, felszámoltak osztályokat, szkafandert húztak, izoláltak PCR pozitívokat, holott nagy eséllyel csak álpozitív esetek voltak. A járványintézkedések értelmetlenségek, középkoriak voltak, nem védték meg az embereket, nem a tudomány, hanem a pénz és a politika diktálta. Nagy segítségük van. A maszkok semmitől nem védtek meg, de veszélyt jelentettek, különösen az iskoláskorú gyerekekre, rettegést keltettek mindenkiben, és fokozták az emberek egymással való szembefordulását, bizalmatlanságát. A lezárások nem csökkentették a fertőzések terjedését, viszont tönkretették a vállalkozásokat, tönkretették a gyerekek iskolai oktatását, a családi kapcsolatokat, növelték az öngyilkosságok számát. Az egészségügy COVID érdekében tett átszervezése nem javította a betegellátást, hanem épp rontotta a betegek gondozását, a súlyos állapotok időbeli diagnosztikáját, túlterhelte a személyzetet, az orvosokat. A WHO által javasolt kórházi COVID protokollok emberek tömegét nyomorította meg. Kísérleti és mérgező gyógyszerek használata. Az oxigénszaturáció alapján GPS intézkedés, lélegeztetőgép, a bevált gyógyszerek és bevált vitaminok tiltása, idősek és családtagok, erőszakos izolálása, maszkhasználat szabad térben is,
emberek, gyerekek karanténba zárása, iskolák bezárása, vállalkozások ellehetetlenítése, az egészségügyi intézmények szokásos gondozása, műtéti, ellátási feladatainak korlátozása a Covid-ra való hivatkozással. Ezek használatának hatékonyságára most utólag sincs semmilyen bizonyíték, ellenkező előjelű, vagyis a károsság bizonyítása számtalan. Az úgynevezett Covid-oltások alkalmatlanok a Covid-betegség gyógyítására és megelőzésére. Oltásoknak nincs gyógyító hatása. Egyetlen randomizált tanulmány sem bizonyította az oltások nyomán kevesebb a beteg ember. Az oltások egyetlen ember életét sem mentették meg. A kísérleti oltások összetétele teljesen ismeretlen. Olyan orvosi etika nem létezik, amely alapján ezeket szabad lett volna javasolni vagy beadni, hát még kényszeríteni. Az oltások következményeiért sem a gyártó, sem az állam, sem az oltóorvos nem vállal felelősséget. A beteggel, akinek fogalma sincs semmiről, aláíratják a saját felelősségre való oltás felvételt, miközben lehet, hogy semmi szándéka nem volt felvenni, csak rákényszerítették, és természetesen neki van a legkevesebb fogalma arról, hogy mit tartalmaz az oltóanyag. Az oltóanyagok a legelemibb gyógyszergyártási játékszabályokat sem tartották be, mert például azonos néven teljesen különböző összetételű ampullákat gyártottak, és erre a mellékhatások mennyiségéből és erősségéből lehet következtetni. Nem volt nyomkövetés és korrekció. Az oltások rövid, közép és hosszabb távú hatását és mellékhatásait nem monitorozták, nem értékelték, nem módosították a propagandát. Habár a néhány adatbázis létezik nemzetközileg, de ezek is csupán valós számok, talán 1%-át jelenítik meg. Az oltások éveiben a tömeges oltást előtető országokban riasztó mértékű túlhalálozás van. Semmi egyéb népegészségügyi intézkedés esemény nem történt, csakis a tömeges oltások, egyedül ezek befolyásolják a tömeges túlhalálozást. Eltagadják a post-vax szindrómát. A mai napig nem beszélnek a post-vax szindrómáról. Kvázi egyetlen esetet sem tartanak nyilván, a betegek anamnézisének felvételekor figyelembe sem veszik az oltás kóroki szerepét, az oltás felvételének tényét fel sem sorolják az anamnesztikus adatok között. Olyan betegségek és jelenségek jelentek meg az oltottak körében, amelyek azelőtt ismeretlenek voltak. Ilyen a felnőttkori hirtelen halál, turgórák, oltások utáni szívizom és szívbürokgyulladás, idegrendszeri rendellenességek, állandó láz, zsibbadás, mozgászavarok, érzékelési zavarok, nőgyógyászati rendellenességek extrém formái. A WHO megbukott a COVID-kezelésben, mégis a magyar egészségügyet vezető szervek továbbra is vakon követik a WHO instrukcióit. A WHO tervezett IHR módosítása a megszokott alkotmányos rendet és jogállamiságot megváltoztatja, lecseréli és a WHO vészhelyzeti szabályozása lép életbe, amint ő maga kihirdeti a pandémiát, és ezt minden évben meg is kívánják tenni. Semmi nem ösztönzi őket a kiváltók azonosítására, senki nem kontrollálja őket, senki nem korrigálja a tévedéseit. Például megalkotott egy sor káros fikciót, amit semmi nem igazol. Nem ragaszkodnak a helyén valósághoz a mai napig. Ezek például a következők. A COVID-19 sokkal veszélyesebb megbetegedés, mint a szokásos influenza, ez egy hamis állítás, és semmi szándékot ezt igazolni vagy korrigálni. A betegség azonosítására az arany standard eljárásnak a PCR tesztet tekintik a mai napig, pedig nem validált és eredménye hamis. Hatékony alternatív gyógyító eljárás nincs szerintük, ezt szándékosan mellézték, szándékosan eltogatták. A messenger RNS oltások és a lockdown intézkedések képezik a biztonságos, hatékony és szükséges eljárás, ez egy hamis állítás. A messenger RNS technológia vitán felül állandóan a megfelelő technikát képezi valamennyi úgynevezett védőoltás elkészítéséhez, ezt semmi nem igazolja. Magyarul az eddigi tudomásunkra jutott
bizonyítékok, félbizonyítékok, lecserélték a gyerekkori oltásokat is már a messenger típusú oltásokra. Magyarul minden Covid után kiadott oltások bizonytalanok. Az, hogy ezeket a fikciókat, tévedéseket nem hajlandó korrigálni vagy igazolni, az felfogható úgy is, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy valóban nem az emberek egészsége a céljuk, hanem ártó szándékkal tevékenykednek. A WHO-t nem menedzselni kell, hanem felelősségre vonni, hogy miért nem találták meg a Covid-járvány kiváltó okát és helyes gyógymódját. A WHO valójában nem a világjárványok megakadályozását végzi, hanem a potenciálisan biológiai fegyverek kifejlesztését, amerikai gén a function törvény értelmében, és kényekedve szerint használja a kutatási eredményeket a fertőző ágensek elleni küzdelem kommunikációjára, vagy egy világjárvány kitörésének elrendelésére, ahogyan ezt dr. Meryl Nash amerikai orvos jelentésében részletesen leírja. A genetikai kutatások eredményeit meg kell osszák az országok egymás között, így egyre nő a kórokozó tömeg, amely kiszabadulhat bárhonnan a wuhani esethez hasonlóan. A gyógyszerek kifejlesztését lerövidítik 10-15 évről 100 napra, vagy majd további 30 nap alatt, vagyis összesen 130 nap alatt le is gyártják az úgymond védőoltást, de semmilyen emberi biztonsági tesztelést nem végeznek ez idő alatt arra, hogy az oltás nem okoz-e emberi sérülést, semmilyen eszközzel nem rendelkeznek a hibás gyártás felderítésére, semmilyen jóvátételt nem ad az állam a károsodásért, és semmilyen felelőssége nincs a gyártónak, semmilyen kutatást nem végeznek a hatékonyság felderítésére. Mindeközben a WHO korlátozza az emberi szabadságjogokat a pandémia szerződés módosításai révén, és a WHO rendkívüli helyzetre hivatkozva átveszi az országtól az irányítást. A WHO privát intézmények, gyógyszergyári érdekeltségű alapítványok finanszírozzák, és az ő érdekeit képviselik. A WHO módosításainak az aláírása május 27 és június 1-e között a 77. WHO kongresszusán fog megtörténni Genben. Ezt próbáljuk nemzetközi szinten megakadályozni, hogy erre ne kerülhessen sor. A magyar kormánynak is beadványokat küldtünk már, ezek már eljutottak. Egy nagyobb beadvány is hamarosan el fog jutni hozzájuk, és a nemzetközi ellenállás és az ébredése az embereknek egyre több mindennappal, ebben bízhatunk. Ez Tamasi doktornak az írása volt, amit ő a rémgyógyterjesztés kapcsán saját maga védelmében eljött. Ezt olvastam fel most meg. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Tibor! Tibor! Kérték, hogy pár szót beszéljek, nem készültem mára, nem hoztam semmifajta szöveget. Mondja a nevedet, légy! Úri Tibor doktor vagyok, igen. Az új Magyar Orvosi Kamarának a egészségügyi orvos szakértője. Ebben a kérdésben, hogy a gyermekoltásokkal mi a probléma, körülbelül másfél-két év ezelőtt kezdtünk el foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy talán csak a Covid oltásokkal van itt a probléma, vagy pedig mással is, az más oltásokkal is. És arra a döbbenetes következtetéssel jutottunk, hogy az általában véve az oltásokkal óriási probléma van az oltásoknak a összetételével, az oltásnak, a vakcináknak a biztonságával, hogy egyáltalán használhatóan. És a harmadik pedig az, hogy valójában véve Magyarországon ezeket a import vakcinákat, amit a gyermekeknek beszúrnak, sehol senki nem ellenőrzi. Úgy kerülnek be az oltóanyagok Magyarországra, hogy valójában véve az EMA, tehát az Európai Gyógyszeri Ügynökség ezeket az oltóanyagokat jóvá hagyja, úgyhogy a gyógyszergyárak tulajdonképpen egy brosúrát
egy leíratot adnak az emának, az emát felolvassa, és utána jól lehető engedélyezik. Ergo, senki a vakcinák minőség ellenőrzését nem végzi el. Ennek egyértelmű bizonyítéka az, hogy sok országban, jelesebben Nyugat-Európa számos országában bevizsgálták ezeket a vakcinákat, és kiderült, hogy tele van szennyeződésekkel. DNS szennyeződésekkel, RNS szennyeződésekkel, állati és emberi fehérjékkel, különböző méreganyagokkal, toxinokkal, például alumíniummal és úgynevezett adjuváns hatásfokozókkal. És ez valójában véve teljes mértékben az emberi élettel ellenes, mert ezek a toxinok gyerekkorban, 2 éves korban feljutnak az agyba. És 2 éves kor előtt 29 antigént adnak be egy 18 hónapos kisgyermeknek. 29 antigént. És ez többször is. És koktélokba. Ami azt jelenti, hogy nem egy antigént kap egyszerre, hanem kap 3-at vagy 4-et egy oltásban. Most ezek egyértelműen mit tesznek? Egyrészt nem lehet megtudni, hogy melyik tőled igazán beteg a gyerek. Kettő pedig, hogy a gyerek miután megbetegedett, ezután a szülő elviszi az orvosot, és közli az orvos, hogy nem attól volt. Tehát innentől kezdve egyértelműen az bizonyítható, hogy Magyarországon egy stúcs politika folyik ebben a kérdésben, nem hajlandók erről a témáról nyilatkozni. És arra hivatkoznak, hogy az oltás az tulajdonképpen járványokat előz meg, és a szervezetnek az immunitását erősíti. Most kérdezem én azt, hogy igaz-e ez ebben a szituációban. Az elmúlt 20-30 évben Európában nem voltak olyan típusú fertőző gyermekkori járványok, amire most hivatkozik a Nemzeti Járványügyi Központ, tehát a Népegészségügy. Nem voltak ilyen járványok. Ők azt mondják, hogy azért nem, mert magas az átoltottság. A baj csak az, hogy ezeknek a járványoknak a megszűnés az korábbi volt, mint az adott vakcináknak a magyarországi bevezetése. Összehasonlítva azokat az országokat, ahol nincsen ilyen magas mennyiségű antigén oltottság a gyermekekben, kiderült, hogy jobb a gyermekek egészségi állapota, kevésbé betegek és sokkal kevesebb a morbiditás, mortalitás. Erre vonatkozóan komoly nemzetközi, amerikai és európai statisztikai adataink vannak. Ugyanakkor azzal is tisztába kell jönni, hogy Magyarországon az oltás sérülteket, mint olyan, egyszerűen nem ismerik el, hogy létezik ilyen. A gyermekkori oltás sérülteket tulajdonképpen az oltóorvos sem, az állam sem, a hatóságok nem fogadják el. Ez ügyben, bírósági ügyekben rögtön lesöplik az asztalról. Tehát Magyarországon 2007 óta van egy olyan alkotmánybírósági határozat, amely úgy szól, hogy a közérdeket felülírhatja a gyermek egészsége, vagy gyermek élete. Tehát magyarul, miután Magyarországon eltörölte 2004-ben a halálbüntetést, ez az ártatlan kisgyermekre nem vonatkozik. És 2007 óta senki ezt a kérdést nem vizsgálta meg, az alkotmánybíróság mai napig ezt hatályos rendelkezésnek tartja, és erre még a különböző hatóságok hivatkoznak is. Mi kértük, hogy ebben a kérdésben legyen egy szakmai párbeszéd, és csináljunk egy szakmai kerekasztal megbeszélést. Május 7-én, ami nem is olyan régen volt, tartottunk volna egy kerekasztal megbeszélést, amire meghívtuk az NMJK járványügyi szakértőit, elsősorban dr. Müller Ceciliát, a országos tisztifőorvost, és ezen kívül jó pár egyéb, például Mészter Zsófi, a doktornőt és társai, azzal, hogy nem mutassuk nekik a szakirodalmi adatokat, miszerint, hogy a magyarországi gyermekoltási rend hibás. 1998-as Népjóléti Minisztériumi Határozat dönti el most is, hogy kötelező a gyermekoltás, illetve a gyermekoltási rendnél mindig erre hivatkoznak. Ez 26 éves Népjóléti Minisztériumi rendelet. 26 év alatt nem sikerült ezt a kérdést újra tárgyalni, és egyáltalán revizió alá venni. Tudjanak arról, hogy egész Európában minden országnak jogában áll a saját járványügyi rendelkezéseit és az oltási rendjét szabályozni. Innentől kezdve semmifajta Európai Uniós vagy globális nyomás nincs a magyar kormányon és a magyar járványügyi hatóságokon, hogy olyan mértéktelen és olyan extrém mennyiségű oltóanyagot belekényszerítsenek a kisgyermekbe, amennyit Magyarországon.
És ehhez még egy dolog járul hozzá, ez a kötelező gyermekoltások kérdéskörébe, az az, hogy olyan hatósági retorzióknak vannak kitéve azok az úgynevezett oltás kritikus szülők és családjuk, amelynek következtében bírósági eljárás, hatósági rendszabályokat és gyakorlatilag bírságokat kapnak, illetve a végén gyámügyi hatósági eljárás keretében gyermeket is elvetik tőle. Sehol a világon ilyen extrém büntetés nem jár. Megkérdeztük 17 európai tagállamot arról, hogy náluk kötelező a gyermekkori védőoltás. És ezen országok közül már 4 válaszolt is. Ott érdekes módon van még egészségminisztérium. Magyarországon már nincs. És ezen egészségügyi minisztériumok azt írtak vissza, hogy azért nem kötelező náluk a gyermekoltás, mert az ő saját országuk, hogy is mondjam, törvényei szerint ez alkotmány ellenes. Ha ez alkotmány ellenes bizonyos országokban, akkor Magyarországon miért nem alkotmány ellenes? Ők azt mondják, hogy rendkívül jó a kommunikáció a különböző, hogy is mondjam, hatóság járványügyi szervek és a közvélemény, tehát az emberek között, ezért van egy bizalom. És annak dacára, hogy nem kötelezőek ezek a gyermekkori védőoltások ezeknek az ominózus országokban, mégis igen magas az átoltottsági arány. 94-95%-os. Mi 98%-os átoltottsági arány rendelkezünk, 3%-a több, mint amennyi, de senki sehol arról nem beszél, hogy ezek az úgynevezett védőoltások milyen gyermekkori egészségkárosodást okoznak. Statisztikákat senki erről nem közöl. Arról, hogy Magyarországon ilyen mértékben így növekszik az autista gyerekeknek a száma, így növekszik ilyen mértékben a gyermekkori autoimmun betegségeknek a mértéke és a száma, és így növekszik a különböző olyan típusú betegségeké, amely egyáltalán semmi köze nincsen semmifajta fertőző betegségekhez. Tehát akkor kérdezem én azt, hogyha az oltás hatására a gyermekek egészségi állapota romlik, ha minél több oltást adunk, annál gyengébb lesz a gyerek immunrendszere, akkor ez miért jó? Miért nem lehet ezt felülvizsgálni? És akkor a végét mondom, ami a lényeg, hogy mi a mi orvosszakértő csoportunknak a célja. Tegyék választhatóvá a gyermekoltásokat Magyarországon, ugyanúgy, mint az Európai Uniós tagállamok többségében így van. Mert ez a lényeg. Tegyék választhatóvá. És onnantól kezdve nincsen se egy probléma. Döntesse el a szülő, hogy melyik oltást adatja be gyerekének, de ehhez alapfeltétel, hogy az oltóorvos olvassa föl legalább az oltóanyagot, amit be akarnak neki adni, annak a összetételét, hogy miket tartalmaz. A gyártói leíratot. Amikor megkérdeztük oltóorvosokat, hogy tisztában vannak-e azzal, hogy milyen ampullát mit adnak be, mit nyomnak be a gyerekbe, kiderült, hogy nem tudják. 90%-nek fogalma nincs, hogy mit ad be. És erre vonatkozóan a magyarországi járványügyi hatóság semmifajta tájékoztatást nem ad az oltóorvosoknak. Kérdezem én, ez meddig működhet így? És akkor itt beszélünk arról, hogy vádaskodik a kormány, hogy ők védik az orvosokat. Mi meg védjük a gyermekünket, a jövendő generációkat védjük, azokat, akiket tönkretesznek. És semmi másból nem állna az egész, egy egyszerű döntés lenne, a Népületi Minisztériumi határozatot kéne megváltoztatni a belügyminisztériumnak, és azt csinálni, hogy tegyék választhatóvá a gyerekoltásokat. Ki kell húzni belőle a kötelezettséget, és azt kell tenni, hogy választható, és azonnali határ szüntessék meg az oltás sérült szülők ellen indított tereket, hatósági vegzatúrákat és bírságolásokat. Ha ezek megtörténnek, akkor innentől kezdve újra visszakerülünk Európába, mert amit folyik, ez nem Európa. Semmi köze nincsen. És tulajdonképpen ezzel a gyermekek és a szülők egészségügyi önrendelkezési jogát vették el. Ezzel legyetek tisztában. És ha itt folytatódik ez a történet, ha most a WHO szerződést aláírjuk, onnantól kezdve Magyarország kiadja a kezéből a saját nemzeti szuverenitását, és onnantól kezdve elkezdik majd tulajdonképpen bármikor a Tedros Gelder visszakérdőként egy maoisti gyilkosak jelen körözés van Amerikában, kiadni a rendelőt, hogy most járvány van, és kényszeroltást rendelhet el. Lezárásokat, kényszeroltásokat, és utána mindenkit, akár katonák vagy rendőrök vihetnek be majd kényszeroltásra az oltópontokra. Na tehát ezek azok a dolgok, amiket az emberek jó, nem árt egy kicsit körbenézni, meg végig gondolni, és utána dönteni arról, hogy ez a dolog így rendben van-e.
Magyarországon. Tehát én azt kérek mindenkiről, ezen gondolkozzon el, és azt is tudjuk, hogy most már ez a bizonyos világháború, ez a proxy világháború már kézikusa formájában a családokon belül zajlik, a generáció között. Egy nagypapa, nagymama nem tudja meggyőzni a saját lányát, gyerekét arról, hogy tulajdonképpen ne oltasd be a gyerekedet, vigyázz rá, mert megbetegszik tőle. És viszik oltani. És amikor rábeszél egy gyerekorvos, hogy nem elég, hogy a kötelező oltás, de még a fakultatív válaszatot is vegye föl, azt is fölneteti. És utána meg csodálkozik, hogy mitől van beteg a gyerek. Utána majd neki kell fölnevelni. Betegen, amikor beszéltünk ilyen autista, illetve oltássérült gyerekek szüleivel, kérdeztük, hogy miért nem álltok ki az érdekeitekért. Azért, mert félünk, rettegünk, és megalkuvok vagyunk. Mert egyedül neveljük a gyermekeinket, a beteg gyerekeinket, ott hagytak a férjeink, egyedül vagyunk. Azt mondja, a tolókocsiba hogy vigyem én el a gyereket egy demonstrációra, és oda a Müller Cecília irodája elé, hogy kérem szépen, ezt csináltatok az én gyerekemmel. Miért nem beszélnek erről? Mert ők nem tudnak már oda menni, mert félnek. És azt mondja, hogy ha ő kiáll a saját érdekeiért, akkor lehet, hogy a gyerekét abból a bizonyos gyógypedagógiai iskolából kirekeszti. Megbélyegzik, és onnantól kezdve nincs seki, aki majd a gyerekét, a beteg gyerekét ellássa. És ő neki pénzt kell keresni, hogy megéljen. Tehát ilyen egyszerű a történet. Tehát lássátok be azt, hogy nem arról van szó, hogy az emberek, hogy is mondjam, megalkuvók, hanem egyszerűen a saját személyes egzisztenciák és túlélésük érdekében kénytelenek, hogy úgy mondjam, a megélhetésükkel foglalkozni, sem pedig azzal, hogy kimenni demonstrálni az utcára. Nem érnek rá. Tehát én magam részéről zárszóként azt szeretném mondani, hogy ez a magyar egészségügyi gyermekkori oltási rend hibás. Az ezzel kapcsolatos magyar egészségügyi hatósági eljárási rend hibás. Tehát én az a véleményem, hogy ezt sürgősen revízió alá kell venni és felül kell vizsgálni. Ez volt a kérésünk, tehát tegyék választhatóvá a gyermekkori oltásokat. Köszönöm. Köszöntjük mindenkit, Nagy Polona vagyok, és nem rémhírt akarok mondani, hanem egy rémisztó tényadatot közölni. Soha olyan alacsony a magyarországi születésség által még nem volt, mint tavaly és az idén. És hogyha ez nem elég rémisztő a kormányzat számára, akik úgy tudom, hogy jog szerint értünk ellene, hogy dolgozzanak, és tudjuk, hogy a javunkat akarják, csak nem úgy, ahogy mi szeretnénk, hanem pontosan nem értünk vannak, hanem ellenünk. Amióta a Covid vakcinázás megtörtént Magyarországon és az egész világon, amerikai tanulmányok legmagasabb tudományos szinten bizonyították, hogy többszörösére nőtt a betélések száma. Egy bizonyos régióban 400-szorosra nőtt a betélések száma. Brutálisan megemelkedett a kuraszülött a koraszülések száma. A születés utáni első trimester, első pár hónapban az újszülötteknek a halálozási aránya. És ez úgy gondolom, hogy igenis kimondatlanul is összefüggésben van a vakcinázásokkal. És gondolkozzunk el azon, hogy mennyire családbarát az a kormány, amelyik a gyermekre vágyóktól az igen magas sikerességű Káli intézetet és az összes olyan intézményt, amelyik a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozott, integrálta nem az egészség, hanem a betegség ügybe, és ezzel gyakorlatilag olyan választási helyzet elé állította az ott dolgozó, magánszférában dolgozó orvosokat,
hogy most mit válasszanak. Önérzetből megtagadják a további együttműködést, vagy pedig elveiknek megfelelően továbbra is segítsék a gyermekre várókat. És nem lehet azt mondani, hogy jó döntés, hogyha nem folytatják a munkaviszonyt, és azt sem lehet szemükre hányni, ha azt mondják, hogy önérzeti kérdésből nem vagyok hajlandó ezzel a mafiával a továbbiakban együttműködni. De a gyógyítási terepet, az intézményt, az intézményes ellátási lehetőséget kivették a kezükből. Tehát azt a műszerezettséget, azt a magasfokú orvosi rutint és tudást kivették a közellátásból, mert a magánorvosok nem adták el a lelküket. Úgyhogy mindenkit megkérek, hogy akit az anyaság, a családügy, a gyermek jólét érdekel, egyáltalán a demográfiai helyzet problémás voltak, az ássa bele magát ebbe a problémakörbe. Köszönöm. Szép jó napot mindenkinek! Kicsit messzebbről kezdem. Albert János vagyok, nyugdíjas közgazdász. Van egy közös vonásom Bill Gates-el. Nem vagyok orvos, és picsogok az oltásokról. Itt körülbelül véget ér a hasonlóság egymással. A másik pedig az, ahogy ígértem, hogy messzebből kezdem. 1910-ben, vagy a 10-es évek elején Rockefeller, aki az olajipart addig az maga alá gyűjtve, visszagondolt arra, hogy apukája milyen jó keresett, aki orvos volt, és ezért belenyúlt a gyógyszergyártásba, és azt is látta, hogy a petróleum ára az nagyon alacsony, a benzin magasabb, hát akkor még nem nagyon volt műanyag, de a gyógyszer, amit a németek szén alapon, meg olaj alapon gyártottak, az még jobban árazható. Úgyhogy elindult ebbe az irányba, és az acélbáróval, Carnegie-vel közösen finanszírozott egy tanulmányt, ami kihozta, hogy az amerikai egészségügyi egyetemeken az oktatás színvonala nagyon hullámos. Tehát ez a két gazember kitalálta, hogy na akkor majd ők segítik az egyetemeket, hogy 20 év alatt elérték, hogy a természetgyógyászat, a gyógyfüvek, a homeopátia minden mentünk, és maradt az, hogy a gyógyszerfelhívás. Na most ez a ez a tendencia csúcsosodott ki a Covid-ban. És de itt remekül látszott, hogy az orvosokat terrorizálják, megfélemlítik, lefizetik, de a 100 éves agymosás is remekül működik. Én ismerek olyan orvosokat, akiknek semmi anyagi érdekük nem fúzódott hozzá, nem praktizálnak, de öröm könnyeket hullajtva rohantak, hogy magukba szúrassák a úgymond COVID-oltást. Na, tehát ez a környezet, ezt tudomásul kell venni, mert ezt nem veszik tudomásul, hogy az orvosok többsége úgy jön ki az egyetemről, hogy két dolgot biztos nem tud, nem tanulnak semmit az étkezésről. Tehát ha valaki szorgalmasan olvassa a Divine-t és annak a konyhai rovatát, akkor valószínűleg többet tud az étkezésről, mint egy végzett orvos. Azzal együtt, hogy a Divine is tele van hülyeségekkel. A másik, amit gondosan eltitkolnak előlük, hogy mit az oltások összetevői,
mit várnak tőle, teljesítik-e az elvárást, és egyébként a benne lévő anyagoktól, meg általa indított folyamatoktól milyen károk keletkezhetnek. Na erről mindent tanulnak az orvosok. De az belé is súlytolják, hogy van járvány, és a járvány ellen a legjobb az oltás. Megnéztem a EU statisztikái alapján, 1950-től vannak évente a világ születési számai meg a halálozási adatai. 1950-től napjainkig két alkalommal volt a szokásos tendenciától eltérő többlethalálozás. Az egyik 1959-60-ban éhínség volt Kínában, mert a politika olyan döntéseket hozott, ami megakadályozta, hogy termeljen. Tehát éhhalál volt. Mai napig nem tudják, hogy 20-30-40 hány millió ember halt meg. Tehát ott van egy csúcs, és szembe vele, tehát az alsó vonal a halálozás, a felső vonal a születések, a halálozásoknál fölfelé volt a kiugrás, a születéseknél lefelé. 2014-től 19-ig is szépen emelkedik a lakosság, emelkedik ahhoz képest, emelkedik a halálozás. 20-21-22-23. 20-ban, 21-ben tényadatot közölnek, 22-23-ra előrejelzés. Ami nyilván lefelé kerekítettek az előrejelzéseket. Ezeket a számokat, ha összeadjuk, akkor 23 milliónál tart a számláló. Összehasonlításképpen a nácik 12 év alatt tudtak megölni 6 millió zsidót. Tehát most 4 év alatt sikerült lefelé kerekítve 23-at összehozni. És a mai nap utána hallottunk arról, hogy jogilag egy nonsens, ami Magyarországon az életvédelem és a kötelező oltások között van. Na most, ha a bíróságok normakontroll kérnek az alkotmánybíróságtól, akkor az alkotmánybíróság ügymenetébe azt kalkuláljuk bele, hogy első helyen az alkotmánybíróságot semmi nem kötelező arra, hogy a befogadott ügyeket, egy egyetlen ügyet befogadjanak, de ha befogadták, hogy mikor tűzik napirendre. Semmi nem kötelező őket, ha azt mondják, hogy 100 év múlva, akkor 100 év múlva. Ha holnap reggel, akkor holnap reggel. Semmi nem kötelező őket. Viszont az Alkotmánybíróságnak törvény adta joga, hogy tudományos kérdésekben ne foglaljon állást, sőt, kötelessége. Na most egy olyan kérdésben, hogy kell-e az oltás, vagy nem kell, ez kb. Ugyanaz, hogy lapos-e a föld, vagy gyöngyölű. Hát, ha ő nem foglal állást tudományos kérdésben, akkor azért el kell dönteni, hogy lapos, vagy gyöngyölű. És akkor mit csinál? Akkor kéri a szakértő véleményét. Ki a szakértő? Az egészségügyi miniszter. Mit mond az egészségügyi miniszter? Oltások nélkül kihal az emberiség. Ugye Angelika megnézte, hogy mi történt Norvégiával, mert ott nem kötelező az oltás. Jé, élnek a norvégek. És így tovább. De mondom, hogy megnéztem ezt az ENSZ adatbázison alapuló táblázatot, meg grafikont, az jön ki, hogyha az ember nem csinál hülyeséget, akkor az ivóvíz, a tiszta ivóvíz, a jó csatorna, a normális élelmiszer és a szabad orvoslás, az megnyert minket a járványoktól. Eddig se voltak 50 óta, most sincs. Ugye azt többször elmondták itt előttem, hogy hát a Covid járvány is kamu volt, PCR-teszt járvány volt, meg kórházi félrekezelés járvány volt. Na most, ahhoz, hogy az egészségügyi miniszter hülyeségeit
az Alkotmánybíróság nevelse egyértelműen a tudománynak, ahhoz az kell, hogy sokan, sok közérdekű adatot igényeljünk a magyar hatóságoktól és a magyar tudományos szervektől. Mondjuk van egy minisztérium, innovációs minisztérium, van benne egy államtitkár asszony, aki családvédelmi ügyekért felelős. Például ezt az asszonykát megkérdezhetjük, hogy drága államtitkár asszony, vizsgálta-e bárki, hogy a távoli egzotikus Szlovéniában miért hal meg ezer főre vetítve fele annyi csecsemő, mint Magyarországon? Konkrétan az évente 100 magyar csecsemőt jelent. Vizsgálta-e bárki, nyilván az államtitkár asszony jogkövető magatartást fog felmutatni, és meg fogja írni, nem, ezzel nem foglalkoztunk. Ugyanennek a közérdekű adatigénylésnek lehet a része az is, hogy vizsgálta-e bárki, hogy a szlovén és a magyar adatok közti eltörésnek lehet-e az a oka, talán, hát ha, hogy Szlovéniában a csecsemő 3 hónapos kora előtt nem oltják. Semmivel. Vajon lehet-e? Tehát a kérdés úgy, hogy vizsgálták-e? Nem kérdez, igen, nem. 15 nap alatt egy ilyen választ meg lehet adni. És ugyanennek a levélnek még van a lap aljáig egy kis hely, oda lehet írni, hogy vajon mi az indoka annak, hogy a távoli, trópusi viszonyok közt szegénységben, éhezésben élő szlovének nem haltak ki TBC-ben, pedig nincs kötelező, sőt, csak az 5 éve fertőzött területen élt bevándorlók gyerekeinek ajánlják a BCG-oltást. Nincs. És vajon Németországban miért nem gyűlöng a tuberkulózis járvány, mert azok a szerencsétlenek szintén nem oltanak BCG-ben. Vizsgálta-e bárki, hogy vajon van-e összefüggés a magyarországi járványhelyzet, TBC konkrétan, meg a szlovén, vagy a német, vagy az amerikai, mert az USA-ban sem használják az OCD-nyitást. És akkor az államtitkár azt mondja, hogy ez valószínűleg nagyon okosan, ügyesen meg fogja válaszolni, nem. És akkor még váradnék, hogy oda tehetjük, hogy vajon szándékában áll bárkivel ezt megvizsgáltatni. Amivel valószínűleg proletár nyíltsággal, honpolgári elkötelezettsége meg fogja válaszolni, nem áll szándékunkban. Na most egy ilyen levélvel az Alkotmánybíróság vagy foglalkozik, vagy nem, ezt nem tudjuk garantálni, de hát átlag. És mondjuk 100 ilyen adatigénylés jobbról, balról, tudományos akadémiáról, Szemjavász Egyetemről, Pécsi Tudományi Egyetem virológiai tanszékéről. Be lehet mutatni az Alkotmánybíróságnak, hogy kötelessége nem állást foglalni, de kötelessége észrevenni, hogy ez nem olyan egyszerű, mint hogy 2x2. Na most ebben én még nem tudom, hogy technikailag hogy fogjuk ezt megoldani, de segítséget szeretnék kérni. A kérdések összeállítása is egy mutatvány, a címzettek megkeresése is egy mutatvány, utána a feladás is egy mutatvány, és a válaszok begyűjtése egy újabb mutatvány. Tehát ebbe szeretném kérni, hogy gondolkozzatok, gondolkozzunk, és hozzuk ki a legjobbat. Köszönöm. Itt éppen politikai döntést szeretnének hozni, már is visszaadom a mikrofon. Én ezen gondolkoztam, miközben hallgattam a többieket, hogy
egész egyszerűen politikai döntést hoz egy bíróság, amit nem tehetne meg. Tehát neki kettő tényállítás között kellene döntsön. Az egyik az, ami a propaganda volt, hogy már pedig itt van járvány, halálos a vírus, és szükséges, és nagyon jó az oltás, tehát hatékony és biztonságos az oltás. A másik ellentétes állítás pedig az orvosok és Tamasi doktoré is, hogy nem volt ilyen halálos járvány, és nem kell az oltás, sőt az oltás az veszélyes. Na most ez a bíróság, ez csak azt tudja eldönteni, hogy történt-e rémhírterjesztés, vagy nem. Én a bíró helyében megállapítanám, hogy igen, mind a két fél részéről történt rémhírterjesztés, mert maga a kormány borította fel a közdugalmat azzal, hogy halálra ijesztette az embereket. Úristen, itt most te meg fogsz hallni, hogy egy olyan szörnyűséges vírus terjedt el, ami ellen, ha nem oltod be magad, akkor meghalsz. Na ez nem rémhírterjesztés volt? Nagyon durva rémhírterjesztés volt. Majd Tamasi doktorit oda tettek egy cáfolatot, hogy nem fogsz meghalni, ha nem oltatod be magad, sőt az oltás nem annyira jó, és egyáltalán ez egy közönséges takonjárvány volt. Ugye koronavírusok mindig voltak, mindig is okoztak takonjárványt, influenzának, grippnek nevezzük a betegséget, és azt az emberek többsége túlélte oltás nélkül is. Miért nem köteleztek soha minket influenza A meg B oltásokra? Tehát ezt nem dönthette volna, egyetlen egy lenne igazságos, és valóban jogszerű és törvényszerű, ha úgy döntene itt ez a nem tisztelhető bíróság, ez a bírónak nevezett lény, aki ott ül bent, hogy egész egyszerűen az egész kérdés egy tudományos tanács elé utalja, neki egy olyan határozatot kéne hozni, amiben kijelent, hogy én, mint bíró, nem vagyok jogosult egészségügyi kérdésben dönteni, mert ugye a kérdés hátterében ez áll, és az egész témát átutalom egy egészségügyi tudományos tanácsnak a körébe, hogy az döntse el, és ebbe a tudományos tanácsba, vagy egészségügyi tanácsba igenis meg kellene hallgatni a véleményeket pro és kontra. Nem egyoldalúan, nem a profit érdekelt globalista gyógyszergyárak, meg Bill Gates, meg a nem tudom még kiknek a véleményét meghallgatni csak, hanem igenis vannak világhírű orvosok és tudósok, akik már az elején látták és észrevették, hogy itt miről van szó. Tehát én most itt kérem ezt a bírót és ezt a bíróságot, hogy tegye meg ezt. A ti feladatotok az igazságszolgáltatás, akkor tessék igazságot szolgáltatni, nem pedig politikai döntést hozni. Köszönöm szépen! Köszönjük Gurabi Áginak! Megkérem Bakonyi Sándort, hogy a magyarországi orvos koncepciós perekről tájékoztasson bennünket. Ő annak idején néhányat végig asszisztált, elmondja, hogy milyen minőség van. Köszönöm szépen! Itt 40 éve folynak orvos koncepciós perek. Mondom a feltalálókat és azokat, akik halálra zavartak ebben az ügyben. Ilyen volt Horváth István doktor. Továbbiakban ilyen volt Kovács Ádám, Celadám. És kezdjük a legelején, akiről én tudok. Bíres József. Olyan koncepciós perekbe vettek részt, ahol a magyar államnak egyetlen egy lehetősége volt csak, hogy olyan szinten tiltakozik ezzel, hogy nem állít bíróság elé egyetlen egy feltaláló, vagy egyetlen egy orvos professzor sem jog alatt nélkül. Eljött mindegyik kivétel nélkül a gyógyszergyárakat képviselte, és a profitot orientált nyerészkedőket. Nem érdekel az állami vezetésben senkit, az emberek élete, nem fontos senki és semmi, csak a profit. Ezt kérem, vegyétek tudomásul. 30-40 éve folynak orvos koncepciós perek. A gyerekeink életéről van szó. A családomban két gyerek is az oltást között degenerált szülőpia. Ott tart, hogy szívizom sérülése van az egyik gyereknek, a másik gyereknek pedig szomorúan mondom. Olyan tünetei vannak, amiket az oxigén hiányos szülés produkál. Mind a kettő bizonyítható van a Covid oltás következménye. Nem merik kimondani a mai napig a szívklinikán, hogy ez bizony járulékos betegsége annak, amit a oltás okozott. Köszönöm neked! Köszönöm szépen a kérdést! Köszönöm
Nagyon szépen köszönjük Bakonyi Sándornak. Tomaszowski László. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát szokás szerint annyira szoktam kezdeni, hogy egyik szemünk sír, és a másik is. Erről meglehetősen kevesen vagyunk, mindig többre számítok. És hát ráadásul amint, hogyha már utálnám látni, de ugyanazokat az arcokat látom. Hát amikor szóba került a szervezők részéről annak a rendezvénynek a megtartása, akkor hát ismeretségi körömben én is híreszteltem ennek a rendezvénynek a jelentőségét, a fontosságát, és rendre azt kaptam vissza, hogy ugyan mi értelme van, hiszen az egész Covid, mint olyan, már lerágott csont. Ki foglalkozik már ezzel, már minden rendben van, minden happy, visszaállt az életünk a régi belépvágásba, tehát hogy igazából nincs miről beszélni. Hát, de látjuk, hogy mégiscsak van, és hát az információim alapján nem csak, hogy sok-sok ember ellen megy rémhírterjesztéssel büntető eljárás, hanem ráadásul az Ivermectin megrendelése kapcsán is több mint 1000 emberrel szemben folyik büntető eljárás. Megdöbbentő, ugye, hogy eltelt most már 2 év, gyakorlatilag úgy mondták, hogy több mint 2 év, amióta a Covid nincs parancson, ugye a ukrán különleges hadművelet megindulása óta, február 24-e óta, ugye 2 éve, azóta ugye a Covid ment olyan vissza a szigorúban és megszűnőben. Hát akkor miért is kell, hogy mégis összejöjjünk és ennyien legyen. A harmadik birodalom, a náci éra idején egy német író azt írta, hogy hát amikor elhitték a kommunistákat, nem szóltam egy szót sem, mert elvégre nem voltam kommunista. Amikor elhitték a zsidókat, nem szóltam egy szót se, elvégre nem vagyok zsidó. Amikor engem vittek el, akkor pedig már nem volt senki, aki szólhatott volna. Hát halljuk meg ennek is az üzenetét, és hát amiért ugye itt vagyunk, az a igazságszolgáltatás. Hát az igazságszolgáltatásnak álláspontom szerint a feladata az igazság kiderítése. És nem pedig az igazság szolgáltatás nem szabad, hogy azt jelentse, hogy pusztán cinikus módon korlátozódik jogszolgáltatással. És hát, hogy minek van jelentősége és minek nincs ebben az ügyben, félre mondom ki, hogy talán az igazság a bíróságot és a jogászokat valójában nem is érdekli. Tehát a konkrét ügy kapcsán azt értem az alatt, hogy a bíróságot és a jogászokat nem érdekli az, hogy dr. Temesi József várjott a megnyilatkozásait, azt alappal tette szakmai szempontból, vagy szakmai érvek alapján, hogy pusztán kimeríti a BTK vonatkozó tételét a rémhírterjesztés vonatkozásában, innentől kezdve semmit nem kell tudományosan alátámasztani és igazolni.